Itt van a várva várt extraction, ami az Outbreak eventből nőtte ki magát, és hát szerintem sok Siege rajongó, legalábbis akkori rajongója várta, hogy kerüljön vissza, vagy akár tartson tovább. Én játszottam akkor, és ha jól tudom, az egyik legnézettebb videók közé tartozik az, amikor azt a vodot nézitek, tehát az egy elég nézett vod, de sikerült. Sajnálom, hogy ennyi idő kellett, de itt van. Itt van, és ez a motor már arra van kihegyezve, hogy tévéhezzünk, hogy harcoljunk a szörnyek ellen, amiket hát lehet akár zombiknak is hívni. Ők ilyen archionok, ha minden igaz, remélem, hogy jól mondom a típusokat, a fajukat. Nagyjából 10 fajta féle szörny van, mindegyik más tud, az egyik ilyen kamikáze, robbanós, a másik át tudja venni a képességeinket, csak sokkal erősebb. Izgalmasnak hangzik egyébként, abszolút. Ki lehet menekülni, operátorokat lehet húzni, ugyanazok a Siege-es operátorok felelhetők itt is, szóval hát nyilván nem az összes, idővel majd kerülnek be újabbak is, de aki Siege-ezett már, annak ismerős lesz ez a játék. Ez még nem jelent meg egyébként, tehát most a stream pillanatában még nem elérhető csak a streamereknek, videósoknak, influencereknek. Ha minden igaz, akkor 20-a este 6 óra lesz a megjelenés. Az órában abban nem vagyok biztos, de a 20-a a megjelenés, ez biztos. És benne lesz a Game Pass-ben is. Tudtam, hogy a PC és Game Pass tulajok nem tudják előtölteni a játékot, de aki Uplay-en, mert Ubisoft Connect-en vagy Epic Games-en keresztül vásárolta, az már előtöltheti. És akkor holnap már nem kell a letöltéssel bajlódnia. Aki megveszi egyébként a játékot, ha jól tudom, 40 eurót kostál. Az, amit nem lehet mutatni. Szóval, hogyha sokat várunk itt a menübe, akkor akkor elindul az intro. Én nem mutathatom ezt még nektek, mert nem szabad. Még nem szabad. Vannak feltételek, amiknek most teljesülnie kell. És az egyik az, hogy nem mutathatom nektek ezt a kis videót. Hol is hagytam abba? Ja igen, tehát aki megveszi a játékot, kap 2 Buddy Pass-t, amivel meghívhatja a barátait játszani. Tehát, hogyha a haverodnak nincs meg a játék, de neked megvan, akkor tudsz vele játszani. Ez egyébként nem tudom, hogy működik-e cross-platformosan, tehát, hogy nem tudom, hogy meg tudod-e hívni PC-sként például a PS5-ös haverodat veled játszani, de alapvetően így működne jól. Jutalmat kap ez egyébként az, akinek megvan a Siege, és jutalmat kap a Siege-be az, akinek megvan az Extraction. És én erre azt mondtam, hogy tök jó lenne, hogyha úgy működne, mint egy kod, hogy a Warzone, hát hasonlóan működne, mint egy kod, hogy a Warzone-nal szinergizál, tehát hogyha te veszel valamit a Vanguard-ba, a skint, vagy éppen fejleszted ott a dolgokat, akkor az tök jó lenne, hogyha átkerülne ugye a Warzone-ba, itt alkalomattán ugye a Siege-be. Úgyhogy izgatottan várom, srácok, a mai mókát. A játék vulkánnal működik, úgyhogy lehet, hogy nálam villogások lesznek. A Siege-nél nálam volt villogás. Reméljük, hogy itt nem lesz semmi ilyesmi. Most éppen várunk, hogy a szerverekre csatlakozzon. Remélhetőleg ezzel nem lesz probléma. Remélhetőleg ezzel nem lesz probléma.
Szeretnétek, hogy spoilerezzek amúgy valamit? Tessék. Kaptam United Front Cosmetic Bundle-t. Egy kicsit később. Remélhetőleg ezen nem kell végigmenni. Ha igen, akkor az a szívás. Na, spoilerezzek? Öt fős a hard mod. Jó van, felhúzott mindent maxra. Minden maxon van, jól van. Azt hiszem a night mode volt az, amit én használtam. Szevasz, Dave! Üdv mindenkinek. Nem koppant akkor át, amit mondtam ezek szerint. Jaj! Tűnk a legjobbakban! Halló! Halló! Szia, Pisti! Szőjjáter, mi újság? Hát, én most itt megláttam azt, hogy itt ilyen VR tréning van. Ez jó? Hát igazából az a durva, hogy ki is lehet belőle lépni szinte egyből, nem kell végigcsinálni. Jó. Okay. Te amúgy most játszol először vele, ugye? Hát, hivatalosan igen. Értem, hogy mit mondasz. Figyelj, annyi van, hogy én el tudom mondani játék közben, amit a tutoriál mond, szóval nem szükséges. Uh-huh. Okés. Mindjárt el is skippelem. El lehet, így ki lehet jönni belőle. Nekem is ilyen 17%-on van, úgyhogy nem olyan nagy valami. Üdv mindenkinek közben a streamben, srácok, Erem Szevőcs, köszi a 25 hónap feliratkozást neked. Most hárman fogunk játszani itt a fiókkal, amit megérkeznek. Pisti, te már biztos mondtad, meg már mondtátok délelőtt, de hát vannak esések, droppok, a legfontosabb. Vannak esések? Na hát. Bizony. Akkor hogy nem itt van az egész Twitch? Én úgy hallottam, hogy az eséseket lehet értékesíteni NFT-ként. Az mondjuk elég durva. Igen, amivel akciós jegyet lehet nyerni a Marsra. Én így tudom a dolgokat. Amúgy, hogyha kilépsz majd a tutoriából, akkor szívesen megmutatom, hogy a menüben pontosan mik vannak, meg hogy. Mm. Oké. Még éppen tölt. Jó. Nagyon sok minden van amúgy a gameben, ami ilyen unlockolható, megnyitható valamicsoda. Mm-hmm. Rengeteg minden. No. Az a Márkás, neked is köszi, Szabi, neked is köszi, Vikó, köszönjük szépen. Hát, én kiléptem a VR trainingből, de az a helyzet, hogy ugyanúgy ott van. Ott van, csak jobb oldalon most megjelent, hogy mennyi, nem? Semmi nem jelent meg. Oh, wow. De úgy léptél ki a VR trainingből, ihentől, hogy így kiléptél belőle? Aha, várjál, csak azt mondja, hogy akarok ilyen tippeket az incursion alatt? Ah, most már jó lesz szerintem. Igen. Jó lesz az. Köszi, Bazsia, meghívott. Még Nesztájt úgyis várjuk.
Cuki Yuki, köszi szépen közben neked. Brigi, neked is köszi 18 hónapot. Halló! Csőre száj! Szevasztok! Nőság! Minden rendben van. Remélem. Jó cinematikja van a... Ja, nem, mindegy, semmi. Mindegy a cinematik, ne száj. Már ezek a dolgok már nem számítanak. Én nem láttam semmit. Azt nem tudom, hogy te túl vagy ezen a tréningen, ne száj. Én semmi nem vagyok túl, mert nem kaptam semmi ilyen irányú instrukciót senkitől. Na úgy van amúgy, hogyha bementek a VR tréningbe, yes. Egyébként, akkor ott majd így bejön tökre. Várjál, ezt megnézhetem, vagy ez se szabad? Hát... Nézd, megnyugodtam felőlem. Én úgy tudtam, hogy azt nem lehet, úgyhogy... Nem, semmi, itt nincs semmi, igen? De én nem vagyok annyira, ezért benfentesebben. Mihály, én kis vagyok, hogy mindig. Tőt. Megállt volna, megyem, már nem jelni vagyok pólót. Na, Isten, most beléptem a tréningbe, majd kiléptem, és ugyanúgy az a két opciós menü van. Oké, okay, rendben, akkor elindítom én is a VR tréninget, közben megmutatom a nézőknek is, és akkor megyek veled, csak indítsátok el a tréninget, jó? Jó. Itt nekem tölt, vagy nem tudom, minden esetre Liberty Island, ezt szabad mutatni? Igen, azaz, igen, most mutatja, hogy mit kell csinálni, meg ilyenek, megmutatom, mert a missionnek is erről szólnak. Minden jó. Mission három sub-area-ból áll, és minden sub-area-ban van egy mission, amit meg kell csinálnunk. Jó. Ahhoz, hogy mind három sikerüljön. A tréningből megmutattam rögtön, hogy hogy kell kilépni, csak szóljatok, hogyha betöltött, és ott áll az emberetek a fegyverrel a kezében. Oké. Okay. Már ott áll. Jó, választok egy operátort, confirm loadout. Ezt sem nézem meg, titkos cinematik. Minden titkos. Nem titkosak? Én mit tudom, én itt már mindent írtak, hogy Jézusom, na addig állítok szenzit. Hold to skip. Mindent tölt, srácok. Ezt gyorsan a srácoknak mutatom most meg, hogy túl legyünk ezen, és hogy tudjunk együtt játszani. Oké, és akkor úgy van, hogy ugye most már látjátok a fegyvert, meg már ledobott titeket? Igen, yes. Igen. Nagyon jó. Akkor annyi van, hogy itt végig skippelitek, amit itt magyaráznak, és van ez a React ágy, vagy ez a React kékszínű, sárga React feliratú bizbasz, itt a szőnyeg mellett. Látjátok, igen. Ez egy ilyen fényszerzet. Igen, ja, igen. A jobb oldalán van egy cucc, ami az odamész, akkor ott vagy F Request Extraction. Vigyél innen. Igen, ja. Ezt megnyomjátok hosszan, és akkor úgymond kivisz titeket innen, és ezzel vége a küldetés. Értem. Elvileg. Igen, elvileg ezzel vége kell legyen. Jó, ez tetszik. Köszi szépen, ez egy eddig jó tipp volt. Egyébként az a király, hogy minden küldetésnek bármikor véget tudunk így vetni, mielőtt még valami végzetes történik. Akkor jó. Na, az király. Mert jó, hogy már az elején van lehetőséged azt mondani, hogy végse, és nem kell Alt-F4 jelenni meg ilyenek. Ez ég, és most már akar tudtak menni? Most már nagyon jó. Most már normális menü van. Itt bejön a play, itt is lesznek ilyen kisebb cinematikok, de nem meglepő módon az operátor. A progression az olyan, mint egy ilyen mini battle pass. A tech tree az olyan, hogy gyakorlatilag tudtak unlockolni már most valamilyen tech cuccot. Ez az, amit vagy a smoke gránát, vagy a drón helyet hozhattok. Magatokkal cuccot, olyanokat lehet unlockolni, meg van a kódex, amiben az ilyen sztorik vannak. És van a VIP shop, amit nem szabad megnézni. A VIP? Azt se szabad. Már annyi mindent elszkippeltem. Na mindegy, én a közben meghívlak titeket, jó? Jó. Már küldtem egyet Nessai-nak, és már küldtem egyet Hunter-nek. Amúgy volt valami pop-up, csak most nem tudom, hogy az hova tűnt. Várjál, itt a Ubisoft menü. Ez hasít. Megvan. VX... YZ? Neked megvan? Volt egy chattintés, igen. Hova kattintottam? Én úgy csináltam, hogy nyomtam egy Shift F2-t, és ott a barátok résznél megkerestem Pistit. Aha. Én is most azzal próbálkozok. Csak itt van 9 millió friend request, aha. Ott a friend requestek alján kell, hogy legyen. Elvileg rányomtam. Volt egy csettintés, itt vagy. Itt vagy. Hárman lehet játszani ugye ezt a játékot, max így full squaddal nyomjuk. Várjál, nagyon fontos. Üdvözlök mindenkit, hello VOD nézők, ez itt a Rainbow Six Extraction. Hárman fogunk játszani Pistivel és Yivel, és legyőzzük az alieneket, és olyan lesz, mint a Siege, csak mégsem. Mehet, Pisti.
Rendben. Itt annyi van, hogy van New York City-vel kezdődik, gondolom az nektek is ugye nyitva van. Nekem igen, már igen. Nyitva van San Francisco. Igazából hót mindegy, hogy melyiken megyünk, mert aha. Az a lényeg, hogyha rákattintatok az operátor tabra, akkor látjátok, hogy mindegyik operátorra nektek ott van. Három fős a játék. Aha. Na, az azt jelenti, hogy annyi szintű. Uh-huh. Fel kell őket húzni majd, és az alapján, hogy húzod fel, nyílnak meg a fegyverek náluk. Aha. És jól látom, hogy ötös szint a max, vagy az csak a perk? Fogalmam sincs, hogy mennyi a max szint. Uh-huh. De na, és szerintem... akkor látom, itt a gadgetekkel is lehet majd johnizni itt a tech. Igen, meg minden. Én úgy tudom, hogy ott az advancementre, ha rámész, akkor nem, tízes lehet maximum, tízes. Uh-huh. Aha. Ötösnél kapja meg a karakter a perkét. Igen, hogy nézem, így a loadoutok meg a skinek az így hasonló, mint a Siege-be. Hasonló, igen. Így ránézésre. Develop, és akkor ezek a mappok, és ezek majd így nyílnak meg, aha. Igen, az, hogy hogyan nyílnak meg a mappok, az attól függ, hogy melyik, hogy milyen milestone-nál járunk. Ha rákattintatok a progression menüpontra, akkor a progression menüpontban ott van, hogy például a negyedik progression levelnél nyílik meg San Francisco. De mondom, itt nem ez a lényeg. Ezek ilyen incursion-ök, vágod? Aha, aha. Tehát most én rákattintok a San Francisco incursionre, minden incursionen belül három pálya van, minden pályán belül három objektív, amik amúgy akárhányszor próbálkozunk, mindig változnak. Ja, hogy az objektív, ja, ez ilyen random. Bocs, igen, csak elfogadtam a közös streamet, srácok. Annyi baj legyen. És minden pályán belül, tehát minden incursionen belül, mind három pályának négy nehézségi fokozata van. Én még csak a legkönnyebben játszottam, és most is azon fogunk. Jó, akkor ez ilyen kis bemelegítő, kis easy mód. Igen, úgy van, hogy alapból úgy vannak loadoutolva a fegyverek, hogy minden, ami lehet, az hangtompítós, és ami nem lehet, az nem az. Uh-huh. Most én indítok egyet. Jó, nézzük meg, hogy mi ez. Srácok, ha sérül a karakteretek, és úgy jövünk ki a végén, hogy meg van sérülve, akkor sérültként kerül úgymond be, idő aha. kell, amíg meggyógyul. Ha pedig nem tudjuk kihozni, vagy mind meghalunk, akkor meg kell őket menteni. Na, majd meglátjuk, hogy hogy megy, aztán kiderül. Ez a hílelődés, ez hogy működik, amikor ez nem vagyunk játékban? Nem idő alapú, hanem XP alapú. Tehát mondjuk egy karaktered mondjuk 20 HP-je marad, úgy marad, akkor a következő körben pedig úgy lesz, hogy attól függően, hogy mennyi XP-t kapsz, annyit hílelődik minden karaktered. És itt ez azt mutatja a töltőképen, hogy ez a három... Ez a három mission lesz, korban így. Igen. Jó. Beloptam a sledge-et. Is a sledge-t. Igen, én is sledge-re nyomtam, csak mondom. Sledge-el annyi lesz a Bibi, hogy ő azt hiszem harmadik vagy hanyadik szintig, tehát csak shotgun-ja lesz. Úgyhogy secondary-vel érdemes vele menni. Jó, én megyek az alibivel. Jó, akkor én szerintem hozok egy Lion-t. De vannak itt akkor... már szájtok, várjál, aha. Suppressor, az maradjon a suppressor, gondolom, lopakodni az, kell. A suppressornak maradnia kell. Aha. Mert ahogyha nyíles fegyverrel lőttök, akkor megindul minden. Elég durva, mert úgy van, hogy vannak nestek, a nestek végtelen sok enemit nyomnak, hogyha riadó van, viszont hangtompítóssal ki lehet őket lőni, meg szét lehet millizni mindent. És akkor csendben vagyunk. Kovi, team member, Tamás, Milán, Justus, Nozi, papa, közi szépen. Bármi is legyen, ez készen állok. Helyes. Úgy van, legyetek már ilyen izé siege örültek, most ide jó ez a scope, most ez nem kompetitív, ez egy PvE játék, nyugi. Most csak azért kezdem, Pisti, hogy így, hogy már játszottál vele pár órát, szerinted mi az, ami indokolta, hogy három fős lett? Nem tudom, a pályák alapvetően, ahogy szét vannak osztva, egyébként, az úgy néz ki, hogy eléggé... Tehát annál többen nem van, minél többen vagyunk, vágod? Uh-huh. És szerintem túlságosan zsúfolt lett volna, hogy megvan oldva. Meglátod, vannak nyílt részek, de azok se túl nagyok. Uh-huh. Kicsit olyan tömegszex lett volna a játék. Világos. Na, az első feladatunk a Locate Dormant Nest. Nyilván lehet drónozni is, de tudunk haladni. Google-ba haladunk, akkor ugye csendben megyünk. Várjál, van ilyen ondószkenner lámpám. Ez az UV-szkenner, ez azt jelenti, hogy ha van mondjuk a fal mögött közvetlenül egy enemy, akkor át tudsz világítani rajta. Aha, megvannak, nézzétek csak. Hát ezeket trekkelni kell, az azt jelenti, hogy úgy vagy nem szabad őket szétlőni. Ha szétlőjük, azonnal failed a mission, hanem így hosszan lenyomva az F-et, így el lehet rejteni benne egy trackert. Oh. Na most már baj, riadót fújtak. Jó, hát
valakit így megláttak. Új, aha, hát recoil az van itt. Igen. Is, hello. Hú, és lehet barikádolni is. Jézusom. Lehet barikádolni is, de azokat... Mögötte az... Pisti. Uh-huh. Azt a cuccot ki kell kapcsolni? Akkor... Nest alerted. Aha, igen, igen, de úgy van, hogy ez már egy alertid. Úgy van, hogy most alert van, srácok, úgyhogy ezeket a nesteket már nem lehet autotrackkelni. Aha. Hú. Ja, és így mutatja, hogy merről lépkednek ez a kis félkör. Igen, meg mutatja azt is, hogy hang van-e, vagy sem. Aha. Ki mi kell kerülnünk? Mi ez a fekete genyó mindenhol? Az úgy terjed, hogy a nestek vannak elosztva, és lassít, nem tudsz rajta sprintelni. De kilőheted. Mondom nektek, hogy amíg alert van, addig nem tudunk úgymond haladni a missionnál. Meg az, hogy tök érdekes, mert ilyen jellegű alertet egész délelőtt nem sikerült csinálni. Ennyi. Na hát láthatod, hogy profikkal van dolgod. Úgyhogy ez már új content. A másik irányba volt. Ja, de már eltűnt. Ja, szóval a fekete cuccot az szétlőheted. Messzáj. Földön. Aha. És akkor eltűnik, látod? És kilőni is ki lehet ezeket? Aha, mert alert van. Ki lehet lőni, igen. És mi az az idő ott bal fölül? Időre megy? Aha. Igen, de az adott mission megy időre. Aha. Úgyhogy utána mehetünk a következő részre. Oké, okay, na nézzük, hogy mikor vagyunk megint Silence-be. Keresnünk kell... Ott az nem volt mission? Nem kellett volna kilője? Hát szerintem nem amúgy, de mindegy, nem lényeges. Az a lényeg, hogy be kell trackelni ezeket a cuccokat. De ezek alerten vannak még mindig. Én csak azt hittem, hogy a plafonon lévő is alert volt az élő. Lehet, hogy alert volt, nem tudom. Arra egyébként figyelni kell, hogyha nokkolnak, akkor nem lehet végtelenszer felszedni. Nem, aha. Nem. Egyszer lehet. Há jó, mindig össze van gezdve. Jandör, gyere már ide létszik, mert itt kellene nekem, hogy ezt így be kéne ütnöd. Nem sledge vagyok. Ki a sledge? Szerintem senki. Váltottál így? Én váltottam már. Mert mindannyian sledge-ek akartunk lenni, és azért nem lettünk, mert hogy te vagy az. Nem, én mondom, hogyha már ennyien akartok sledge-ek lenni, akkor nem. Uh-huh. Akkor igen, itt egy van. Keresnünk kellene ilyen nyugvó állapotban lévő... Ezt nem jelzi? Semmi? Ahogy nekem nagyon halk a játék. Hangos is rajta. Nem tudom, mit vagy. Van. Ja, várj, lehet night mód miatt. Aha. Ja, én is a night módot raktam be. De az csak azért, mert egy YouTube videóban azt mondták, hogy az jó. Igen, az e-sportoló. Na, itt van még egy... Itt most nincsen alert, srácok. Vigyázz, jön valaki Pisti itt. Jobbra tőlem. Tudom, csak közben csinálom, hogy beplentelem a trackereket. Szóval, hogy ezeket nem... Mi fish? Itt is van még egy nálam, Pisti. Azt is, hogy ja, effelt meg. F? Plant, aha. Igen, nagyon jó. Most már akkor 4x5, már csak egyet kell találnunk. Aha, egyet kell találnunk. Azt hadd effeljen meg én. Jó, hát az robbanó, azt lőd meg a hátán. Ja, azt. Igen. De jó, csak a következő nesztet, ha meg... Ja, de így jelöli. Azt nem ki akarod végezni, ott van, igen. Akkor jelöli, ahogyha megláttad. Aha. Gyere ide. F. Föl. Nagyon szép. De beleraktam minden. Valami nem jó. Na, minden király fel fog robbanni. Ja, jó. Ja. Úgy, hogy ilyenkor egyszerre robban az öt. Látod, itt van Amore refill. Bocsi. Igen. Úgy van általában, hogy mindenkinek van egy benne. Hogy, vagy kettő volt csak? Én egyet nyomtam. Jó, akkor kettő van benne csak, akkor nekem nem marad, de semmi gond. Bocs. Az a lényeg, hogy most ebben a sub-sectionben, úgymond, teljesítettük a missiont. Aha. Ez az, ami mindig random, hogy most éppen milyen. Úgyhogy most tudunk menni, hogyha jöttek utánam, vagy követitek azt az ajtócska jelet, ami innen van 48 méterre, a következő szekcióba. Tabbal van térkép, messzány. Alul. Tabbat, ha megnyomod a tabbat, akkor látod. És ott az északi részén a mapnak, ami van. Kérdések, hogy látjuk az objektíveket, kill, teljes score. Érdekes. Ugye meg remaining supply cases, hogy vannak healek, ammo. Igen. Abbi nem tudom. Aha. Érdekes. Na és akkor úgy vagy, kinyitod ezt a safe house-t, vagyis ezt a zsilipet gyakorlatilag. Itt bent a power up, amit kapunk, az random. Az ammo az ammo. A react tech ez a gránát. Meg van, amikor van medkit, meg van, amikor van ability. Oh. És az ability az micsoda?
ugyanilyen láda, csak random, hogy van-e vagy nincs. És de abban az ability, jaj, bocsánat, a képességed. Ja, hogy azt tölti újra, mert ja. Ez véges? Hát van akinél véges, van akinél nem. Uh-huh. A sledge-é végtelen. Én használtam az alibi képességét, mert... A sledge-é végtelen, mert... mondjuk például a doc-nak a healing cuccait visszatölti. Aha. És akkor úgy van, hogy request submitted, most nektek is szerintem, vagy nem tudom, hogy el kell-e fogadnatok, vagy... Nem jött ki semmi. Akkor itt rányomtam erre a requestre. Igen, airlock activated, és akkor mindjárt benyomja a cuccot, és vissza fog számolni 30 másodpercet, és nyílja a következő szekció. Nagyon szépen be van textúrázva a tégla, azt kell, hogy mondjam. Köszi Erbjör, köszi Teki, köszi Big Dem, Patrick, köszi Akibaki, köszi Mr. Godzilla, Turós Batyú, köszi srácok. Én is köszi a támogatásokat mindenkinek, srácok. Hát még itt tapogatózunk, hogy mi ez, hogy ez, de... Mindjárt megy. Mi ez a sárga gáz? Fertőtlenítő anyag. Na, decontamination. És akkor most aberrant nesteket kell tönkretennünk. Aberrant, ez jó. Igen, azok zöldek lesznek, és sorozatban kell arra lőni őket, majd meglátjátok, hogy van. Hippoti. Fejbe lőttelek, Nessai? Nem. Van team dam. Nincs. Legalábbis ezen a nehézségi fokozaton nincs. Aha, most meg szét lehet ezeket szurkálni, csak úgy hetszből. Így rajtad vannak ilyen kinövések, tudsz róla? Ilyen sárga lettem. Igen, azt le kell ütni íről, különben nem fog látni. Átváltozik alienné ő is? Nem, zavarja a látását, meg a mozgását. De durva. Kipróbálom a képességemet. Ugyanúgy decoy? Aha, minden ugyanolyan. Hát vannak akinek megváltoztatták a képességet. A decoy az nagyon jó, mert amikor vannak olyan küldetések, amikor ilyen V-veremiket kell legyőzni, ami kurva gáz. És itt van, nézzétek! Itt van egy zöld cucc. Az a lényeg, srácok, hogy tehát amikor szétlövitek a legelső zöld cuccot, most van három is, ott, akkor elkezdenek fialni következő zöld cuccokat itt a környéken, most jó sok van, és ha 15-öt elpusztítunk, akkor nyílik meg az, amit fel kell vennünk ebből, és akkor van meg a mission. Aha. Jó, akkor kaphatják, nem? Aha. Csak ez ilyen, igen. Jó, oké. És akkor most így keresnünk kell, még itt bent vannak. Jönnek! Na, itt látom a falon túl, aha. Át tudsz világítani az UV-ddal. Aha, igen. Jézusom, szia! Nagyon sok. Óvatosan, mert nagyon gyorsan megvannak egyébként. Még 8-at még tönkre kell tegyünk, srácok. Ezekből. Kapják. Vigyázzatok, a fekete taknyon nem lehet futni. Szép. Valami lehány. Igen, lehol, ez még könnyű fokozat, itt nincs annyira sok special enemy, de lesz majd. Itt volt a bejárat fölött volt egy ilyen zöld, de szétszadtam. Jó. Még hármat kell tönkretennünk. Igen, még három van hátra. Megnézem, hogy a kinti felületen... Halok! Team it down, az nagy baj. Jövök. Én vagyok. Igen, na most ez... Itt egy utolsó nálam. Ötét, és akkor meg. De ez olyan, hogy nem tudom, mert le van lokkolva. Nem látom. Oh. Ja, látom! Hogy hol az utolsó, jelzi nekem itt a térkép. Oké, lőtt szét. Szép, és akkor most elvileg meg fog nyílni egy, igen. Amiből ki lehet venni a lokmokot, és azt vett ki belőle. Vegyem ki? Okay. Igen. Gyűjtöm azt a mintát. Kell. Igen, és akkor ez volt itt a mission. Nagyon jó, nagyon szép. Tudtam volna ilyet nyomni, Messiah, hogy ne hallj meg. Kell egy pár kört menni. Tudatosult bennem, hogy haldoklok egyébként. Én meg elfelejtettem. Kell egy pár kört menni, meg egy pár incursiont végig kell csinálni, azt, hogy megértsétek a játéknak a lényegét. Messiah. Annyit mondok, hogy a harmadik, negyedik incursion után basszus volt olyan, amiben azonnal haltunk. Messiah, gyere ide hozzám, itt van heal. És csak itt fönt. Köszönöm. Aha. Nem tudom, hányszor egyszerre használhatok. És... Igen, de ez csak ilyen boostot ad. Ja, az... Valódi életem az marad, ölgem. Minden heal csak boostot ad. Aha. Érdekes. Úgy kinézetre úgy jól néz ki a játék, mint a Siege. De az így korrekt. Még van egy szegmens, ahogy látom. DLSS meg minden finomság, szóval a settings-e az jó a játéknak. Van.
benne opció bőven. Oké, itt van a következő szekcióba, itt tudunk átmenni. Van, amikor van itt bent enemy amúgy. Igen, itt van, és ez... Aha, hát nem boss, csak itt vannak. Hát az ez az ability cucci, így néz ki. Nyomj el nyugodtan, Pisti. Nem, amin. Itt van ammo egyébként, akinek kell. 400 ammót felvettem. Ne szállj, te is megnyomod, akkor mi lesz itt a... A nézőknek üzenem, hogy reggel már streameljük ezt a játékot. Nagyon sok minden kiderült, ha gondoljátok, inkább azt is lehet nézni, hogyha már láttátok az elejét. Vagy ha még nem játszátok az elejét. Moci, már rúgasz szépen azt mondjuk neked. UFO Múzeum. What? Itt a Godzilla, Akivaki, Big Damn Patrick, Deki, Esmarty, köszi szépen. Ez valami kemény. Nagyon kemény. Ja, most itt ezzel vigyázni kellene ezzel a lövöldözéssel, srácok, de komolyan. Hát itt kinyitottuk, aztán ránk néztek, ránk kacsintottak egyből. Én ezt értem, ott van egy eszet amúgy, amit tehát ki kell menteni egy... Amúgy pirosan világítanak a gyenge pontjaik a szörnyeknek, úgy lehet őket megölni. Ujjjj, mögötted! Oldalról a fiú, így vigyázz. De ő miért? Igen, csak vigyázz, mert ott puszt, akit ki kell menteni, őt sebzik most jelenleg, és már majdnem fél életét leszették. Igen. Ha, itt van. Asszem, vigyázz, ne szállj, ne szállj, ne szállj! Testű. Valamibe belementél, azt hiszem. Oké, figyelj, én most akkor megyek secondary-vel, az 54 méterre lévő extraction pointnál kellene kimentenünk ezt az embert. Jó. Nem tűnik nehéznek. Ott nagyon sokan vannak. Nálam nincsen hangtompit ott fegyver. Vagy... Itt is vannak bloaterök egyébként baloldal. Bassza meg a kurva élet. Merre menjünk? Menjünk elő, extraction felé kell mennünk. Ubi, baszd meg, baszd meg, baszd meg, baszd meg! Akna volt. Ki aknázta ezt itt? Igen, mögöttünk. Itt egy bloater. Valahol van itt egy nest, ami végtelenségig termeli ezeket a szarokat, ezt ki kellene lőnünk. Húha, ne szállj! Kiáltott az alien. A halt, jó. Figyelj már, srácok, az ezt... Másik sarkot írtam, Fisti. Oké. Okay. Tehát úgy van, hogy amúgy, tehát hogy így ezt... Igen, tehát azt mondod az elő, hogy ezt a lövést, ezt valamennyire kellene kerülni. Mert amúgy nem támadnak csak úgy meg. Ó, oh, kes. Hangtompítóssal ezeket szét tudjátok lőni? Mielőtt ránk ugranak? Ne szálljon, már volt valami. Harukat. Üzd le róla, mi? Ha megfertőzi a testem. Nem tudom. Már nincs. Csak élvezem, ha lőtt. Ja! Na és akkor itt van az extraction pod, ott is vannak ilyen lószarok. Ó, blinding spóra. És akkor annyi van, hogy ebbe az ágyba bele kell tenni az eszetet. Na, berakod a szoláriumozni a fiút, így, és igaz. Akkor megcsinálja. És akkor működik a cucc, így van. És akkor ennyi? Hát, ezek szerint igen. Ennyi igen, és akkor most hívok egy extraction-t. És be kell álljatok erre a háromszögekből álló lófaszra. És akkor ja, kimegyünk. Ja, a tető majd jön a... Igen, és kaptok XP-t, meg stb. Na most az van, hogy most relatíve egyszerű cuccokat kaptunk. Hát egyébként. Vannak jóval nehezebbek is egyébként. Uh-huh. Ennél, és hát egy kicsit RNG is, hogy sikerül. A dolog. Ja, most lehet mi nézni a nesteket. Most én már submiteltem. Ja, kettőnknek ja, kell, okay. Igen, bocsánat, igen. És akkor most már aktiválva van, és akkor 4-3-2-1, kapjuk az XP-t, meg minden. Joe Jozsókkal köszi szépen a két valapot. Remélem segíts hajtani, és látszok. Túlos vagy official, ti is megoldtok, minden van. RVR, köszi. Aha. Így van, kapunk XP-t. Objectenként XP-t, a killekért, a tactics-ért, a health-ért, az azt jelenti, hogy minél többet ölsz, minél többet stealth-elsz, és minél több HP-t maradsz. Plusz extraction bónusz, hogy kijöttünk, nem pedig meghaltunk. Very big. Még az elég érdekes, hogy izé bónuszt ad az XP-re, a killekért, amikor ez egy stealth-based cucc. Igen, nem annyit ad, de ad. Hát na jó, igen, csak és... érted, egy, nem jó, hogyha incentive van arra, hogy
ne öljed a legtöbbet a csapatból, mert akkor több XP-t kapsz, mert nem ez a játék lényege, hogy mennyi azt. Teljesen mindegy lesz, hogy mi a játék lényege, mind a három mission alatt szétültetek mindent. De... Nem, persze. Ami az arcomba állt, arra rálőttem. Így van, látod? Úgyhogy még jó, hogy azért te XP-t érted. Van ilyen statisztik gomb is a végén, az előbb legalább is volt, úgyhogy lehet nézegetni a DPS-t, meg ilyeneket. Aha. És akkor most az alivim nagyon megsérült, mert megcsapkodták, és akkor most ő pihen egy pár kört. Hát úgy van, hogy majd itt a végén látjátok, igen, hogy ki mennyit sérült, és akkor úgy van, hogy 50% HP alatt nem is tudod elvinni a missionre. Utána meg heal-el majd missionönként. És... Legalább ilyenkor így van, hogy is mondja, motiváció, hogy más karaktereket használj, ez nem egy rossz... Miért nem lehet az, hogy az összes karaktered 50% HP alá megy, az olyan miért nem lehetséges például? Szerintem egész egyszerűen ki van zárva azért, mert minden, tehát jó, lehet, addigra hogy lehet. Meggyógyul egy másik így, igen, nem? De valamennyi XP-t kapsz minden küldetés után, mivel valamennyi gyógyul. Oké, okay, az összes többi. Mindegyik sérült gyógyul egyszerre. Jó, mokes. Úgyhogy szerintem azt nagyon nem lehet. Na, akkor oké. Okay. Hát akkor impact grenade-et nem veszek. Nekem ugye már így felnőtgetnek a karakterek, de fejlesztgetjük őket tovább. Kifejlesztettem a scanner aktát. Hogy majd tudok szkennelni. Én meg a testpáncélt. Jó, és miért maradt nekem 0%-on a New York City? Nekem is. Azért maradt 0%-on a New York City, mert San Francisco-ban játszunk, ez nagyon fontos. Ja, tényleg, hogy te oda vittél. Ja. Azt gondoltam, hogy ezt meg tudjátok ti is tapasztalni, ezt az első persze. részt. Ja, nem baj, csak kérdeztem, világos. Azért van úgy, igen. És az a lényege, hogy az a százalék, az nem attól fejlődik, hogy mennyire vagyunk sikeresek, hanem vannak ilyen kis... Challenge-ek? Ilyen kis mini challenge-ek, igen, amiket így lehet benne csinálni. Jó. Ó, ez majd... Ketten nyomtátok délelőtt, vagy szólóban nyomtad? Ketten. Aha. Egy randommal, vagy lehet kettem? Szia, Farkasbőr. Üdv mindenkinek. Tudsz egyedül, ketten, meg hárman is játszani. Ja, nem, azt hittem, tudod, hogy két fős nincs, csak egy, meg három, azért kérdeztem. Nem, és úgy van, hogy van field squad, meg nem field squad. Aha. Jaj. Nekem nagyon tetszik. A kövi, vagy... Tetszik az, amire ne száj... Amúgy igen, mert a kövi. Tetszik, amire Nessai felhívta a figyelmet, ahogy elindult a játék, beértünk a meccsre, rögtön ott van a Mute Teammates gomb a bal alsó sorban. Rögtön. Nekünk ilyenkor kell valamit látni, hogy most éppen valami van? Nincsen semmi most. Ja, jó. Most három pálya közül... Sok küldetés van egy-egy ilyen mapon belül, azt nézem. Sok fajta lehetséges. Szóval az a lényeg, hogy most három map van ezen a San Francisco-n belül, de majd megnézzük a New Yorkot is. Csak az van, hogy mindhárom küldetést lehet a legkönnyebben játszani. Uh-huh. És akkor arra gondoltam, hogy úgy megyünk végig, hogy minden küldén végig megyünk San Francisco-ban, New Yorkban is a könnyűeken, hogy legyen hármas szintű operátorozok, mert hármas ajánlott a nehezebb fokozathoz. Ó, oh, oké. Okay. És ez a threat level az a nehézségi szint, csak hogy egyértelmű legyen. Uh-huh. Na, látjátok? Capture the Elite Target, az az első küldetésünk, ami kurva nagy szopás. Utána Shutdown, az még nagyobb szopás. És a szabotás az... Szerintem az egyenlően... Na ez kurva szar! Ez az egész roster kurva szar! És ez, erre vártam, mehet! És ezek azok a dolgok, amik randomok, tehát hogy nem mindig igen, ugyanazok. Igen, és ez a parazita mutáció, amit ott alul írt, az még egy ilyen extra modifier, az a második nehézségi fokozattól jön be amúgy, hogy igen, ott 50% esély van rá, hogy valami olyan ilyen... tudod, hogy hívják ezeket? Ilyen mutátor mutáció, igazából. Aha. Igen. Aha. Amit így bead. És olyan is van például, hogy az a lassító cucc, ami a földön van, az még mást is csinál, nem? Igen, hogy sebezés, vagy aha, nem látsz tőle, vagy mit tudom én. És az a durva, hogy mondom, itt a specimen, az úgy fog kinézni most. Mindjárt mondhatom. Jó, hogy hoztál a sledge-et, mert nagyon hasznos shortcutolni. Enterprise Space Foundation. Ú, de menő. Ez ilyen űrállomás? Ú, állomás. Jó, na nézzétek csak, igen, azt mondja, hogy látjátok, itt van most a pad, meg itt van ugyanaz a kezdőhely. Megvan? Na nézzétek, itt most van egy gomb. Itt, ahol én vagyok. Ez a gomb.
Na ez egy trap panel. Na most az lesz, hogy az első küldetésünk az, hogy megtaláljuk a capture targetet, és ha megvan, akkor valaki fültövölle ide csak egy kicsit, és elkezd kergetni minket, és ide kell csalni, és valakinek be kell nyomni a trappet, amikor rajta áll, és akkor elkapjuk. Jó. Ez a küldetés. Egy fontos dolog, srácok, most először játszok ezzel a karakterrel, mert ez később nyílik meg, de itt van a rukpánzia. Köszi. Abból is kettő van amúgy. Mindenből, ahogy nézem. Oh. De jó. Hogy legyen benne egy kis taktiksz, hogy valakinek nem. De azt hiszem, valahanyadik szintet lép a képességed, és szerintem akkor már több lesz. Vagy újra tudod ugye tölteni, és akkor már felváltin ezt is. Így van, így van, így van. Majd ha meglátjuk a Johnny-t, akit ide kell csalni, majd akkor kijelöli, hogy ő az, ugye? Szól majd igen, hogy ő az, és akkor majd kergetőznünk kell. Én most mondtam volna amúgy, hogy valaki maradjon ott, de ne. Majd előre futok, ha megvan. Tudjátok, hol kell futni? A helikopter jelecske felé. Ha? Itt van valami bal oldalon. Ha nesztek vannak ott, meg ott. Meg van medkit. Az oké. Okay. Amúgy a medkitet felveheted, mert boostatod. Okay. Várjatok. Itt valaki mozgott. Ketten is igen, mozognak. Elit. Ott az elit. Ez az, nem? Igen, na, figyú. Őt kell oda csalni? Igen. Én elkezdhetem csalni, ha gondoljátok. Jó, én visszamegyek megnyomni. Tehát akkor nem az a feladat, hogy megöljük, ugye? Nem, semmiképp, ha megölöd, fél. Oké. Okay. Oké, jön. Futsz, ne szájmész. Ja, gyere. Oké, okay, gyerünk. Kenyednek ilyen, tehát annyira nem lassú ez a fírek. Oké, okay. Itt vagyok én is. Ne szájja vagyok én is. Oké, okay, jön. Ha hozza a barátai díjára, figyelj. Oké, okay, nyom meg! Kapta! Ez a szép. Azt is összegenyóztuk. Ebben a játékban két dolog van, fekete genyó, meg sárga genyó, eddig idáig jutott. Jó, ez nagyon szép. Meg is van az első küldetésünk, úgyhogy nagyon királyok vagyunk, oda kell menni ezzel. Nem kell maradni a szoláriumba? Rá tudtam állni. Rá lehet valótolni. Jó. Oké, okay. És akkor az van amúgy, srácok, hogy most a következő lesz kurva szár, meg az azutáni. Legyen már. Komolyan! Persze odáig még el kell jutni. Ja igen, egy dolgot nem mondtam, amit nekem is a nézők mondtak, hogy itt van például, nézzétek csak, ez egy példa lesz. Ott van a Nest, látjátok? Ne lőjétek szét. Ha szétlőjük, akkor körülötte elpusztul a fekete genyó. Viszont, ha bemegyek, és leszúrom, akkor az egész eltűnik. Jó, hogy akkor nagyobban, aha. Akkor az egész szobában eltűnik a cókmók, tehát megéri úgymond, oda menni és szétmilizni, igen. Akkor most az ajtóhoz megyünk, ugye? Igen. Na, jól néznek ki amúgy a pályák, azt tetszik. Elég jól, igen, nekem is megy. Szembe volt egy Johnny. De penetráció. Ilyenkor, van a misszió, azért lehet ölni őket XP-ért, nem? Hát, tudod, ez nem túl sok XP, de amúgy lehet. Oké. Okay. Én ezzel kinyitom, mert az nem árt. Van-e valaki? Oh. Még egy! Meghalt? Igen, meg. Oké. Okay. Kurva anyját, bassza meg. Jó. A következő két misszióban az lesz a para, srácok, hogy ilyen véveket kell nyírbalászni, és... Eddig hidd el, hogy eddig nem jöttetek rá még, mert sajnos a rossz megtapasztalni, hogy mennyire erősek a bal. Könnyen meghalnak, ha a headshotolod őket, de például van olyan, akit csak a hasán lehet sebezni, és négy kézláb így a földön jön. Hmm. Igen, közben jött kérdés a cseten, nem takarok ki semmit a facecammel, nincs minimap, srácok. No minimapó, a tabban lehet nézni a térképet. Állítok, Mr. Bilbo Ultimate-t. Köszi, Iglo. Joe Jozsóka, Esmart, köszi. Ez egy kópjáték. Köszi szépen, Iglo, a támogatásodat. Köszi a 27 hónapot. És benne van a gépezbe, Pisti, ugye? Igen. Már első napon. Meg azt hiszem 40, de ebben nem vagyok igen. Biztos. Na figyelj, srácok, az van, hogy ezeket a cuccokat majd el kell mennünk azokért az injection nódokért. Igen. Ott megy ki most a hangárból amúgy az egyik olyan, amelyik tudod így a föld alatt nyomja a tüskéjét. Aha. Az. Szóval el kell menni a sárga cucci. És ott mindenki felvesz majd egy ilyen injektort. Mindenki egyet?
Igen, és akkor azokat majd így le kell helyezni, tök jó lesz. Óvatosan, mert valaki betört egy ablakot. Én voltam, Nessai mellett, betörtem az ablakot. De ott ő már ott üvölt, meglátod. Igen, mert betört az ablak. Azért üvölt, mert betört, basszus. Igen, hát a hangja van. Nesztekettét kell lőni, srácom, a végtelen spawn. Az mi az a portál oszlopgenyó, Pisti? Azokat kell majd elpusztítani ezzel a cucca. Nutrien Nódot kell majd... Ja, azt kell majd johnizni. Oda fogjuk vinni... Party van. A cokmokunkat oda fogjuk nyomni, jó? De itt buliznak a démonok. Kurva jó. Az mitől? Mitől? Az, mert így be van riasztva. Mögöttetek. Köszi, meglett. Mit el lehet beriasztva? Hogy betörted az ablakot. Igen. Aha. Azóta riadóztatva vannak. Hogyha így lángolnak pirosan, akkor... Akkor on. Oké, közelítünk a cél felé. Ja, itt mindegyik riasztva van. Hát nem gondoltam, hogy az ablaktörés az ennyire durva lesz. Minden, ami hangot ad. Azért kell mindenre hangtompító. Ez itt jobbra a falon, ez micsoda, Pisti? Várj egy kicsit, micsoda? Ez itt. Az marad a nest után az marad. Uh-huh. Na figyelj, srácok, látjátok? Itt az oldalán ennek a szarnak van egy ilyen device. Ha ezt kiveszitek, csak secondary fegyver lesz. Aha. De mindenki vegyen ki egyet. Jó. Elvileg. Oké. Okay. És akkor be kell mennünk a hangárba, ahol voltunk, ahol látta Nessa is a Nutrien Node-ot. Én azt mondom, menjünk körbe, hogy nehogy riasszunk másokat is. Jó. Hú, nagyon tetszik, ahogy futunk vele. Igen, és akkor látod, hogy visszatermelődött ez? De mitől? Attól, amit mi most ezzel el kell pusztítsunk. Oh. Tehát ameddig ezt nem tesszük be, addig a nestek is újra jönnek, nem csak a dögök. Wow. Jézusom. Igen, ez most rossz lesz itt. Úgyhogy minél gyorsabban tegyük be a nódokat, srácok. Menjünk együtt, ugye? Igen, 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 a Nutrien Node felé. És tegyétek le a földre, majd meglátjátok, ez kurva jó, olyan lesz, mint a Furhub. Komolyan! Sárga genyó. A Furhub, mondom, bazdik, nagyon durva tud. Nagyon szép. Jó. Vége az Alien Disco-nak. Szép. Na és akkor látod, most már nem lesznek, nem jönnek újra ezek a cuccok. Ó, azt hittem, hogy három ilyen izé lesz. Nem, három cuccot kell hozni, hogy megsemmisüljön ez a cokmók, és akkor megyünk arra, mert a Nessai van. És mennyire éri meg ilyenkor ezen a területen keresgélni, farmolni, meg ilyesmi? Hát ilyen ammo boxot kereshetsz, hogyha tudod, valamit így el van fogyva nagyon, mert nem garantált, hogy a safe részen ott van. Meg... Azért, őszintén szóval, nem sok esélye van hílelni, és nagyon gyorsan meg lehet halni. Azért nem érdemes kockáztatni. Most nekem 63 HP-n van, bazzeg, nagy... Jó, ti medkit amúgy, ha valakinek kell. Jó, miatt? Most medkit volt itt? A hónal alatt meg ott van egy centrifuga, azaz. Zero Kit, köszi szépen! Na, és akkor most jön elméletileg a szívás része a dolognak. Most az van, hogy... Új, várjatok! Na figyelj, csendben! Látjátok? Az UV-val át lehet világítani, ilyen az UV-val átvilágítva. Tök itt jó. Van pont egy nest. Annyira csábító, hogy fejbe lőjem. Lehet milisztelt kilezni, Pisti? Igen, lehet. Aha, kösz. A iszteket is, a nesteket is. A nesteket is, és ez nagyon fontos, ezt mutattam. Bazd meg! Igen, ott alert lett az egyik, ahogy láttam. Na baj, szedjétek le! Hoppá. Itt, ahol bemásztatok, fölöttetek volt egy nest. Wow! Durva, mi? Most már úgy szétütnék valamit a sledge-el. Figyelj, csinálhatunk olyat is, Nessa. Irán mászott egy genyó. Neszettem. Nézd csak, ide Nessa, ahol én vagyok. Ha ide jössz, ahol én vagyok, Nessa. Látod, akkor én átvilágítok az UV-val, látod, itt vannak a nestek. Oda basszálok a lapáccsal, és akkor lemilizzük őket. Mili. Szép. Meg a másikat is. Jó, miért? Ez az. Meg itt van nálam is. Meg kell találjuk az art spine-okat.
és semmiképp se reinforce-aljatok semmit amúgy, mert kell majd nekünk az. Oké. Okay. Tök jó egyébként, okay, hogy itt a szobákat le lehet zárni. Le lehet zárni, igen. Megvannak az arcfájnok. Oké, na. Bassz meg! Jó, megvan. Semmi gond. Na figyelj, srácok. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzeljétek, mint egy bombszájtot, oké? De morog ez is, aha. Hát a következő van, két arcspine-ban. A két arcspine-ra kell két bombát tennünk. Aha. Tehát egyet-egyet. Amikor a másodikat is feltesszük, elkezdenek ömleni. És másfél percig meg kell védeni a robbanót. Na de, ugye itt az van például, hogy kell ezt tenni a szájt. Ja, mert nyissam ki a szájt. Ki kell nyitni a két szájt között, hogy rájuk lássunk, érted? E-Hunter? Igen. Neked ezt itt be kellene húzni, amennyire csak tudod ezt a falat. Ja, jó. Ha ezeket is be lehet, ki tudják nyitni az ajtót? Azokat az elektromos ajtókat nem. Aha. Ez az nagyon jó. Figyelj, szerintem lesz még ezeket is üssük. Ja, itt mellettem? Aha. Hadd lássunk rá minden jobban. És ezt az ajtót, ezt ne csukjam be? Melyik ajtót? Becsukhatod magadnak végül. Melyik ajtót? De csukj be. Ne? Na és akkor látjátok, ez a szoba úgy néz ki most már, mivel berinforszolt a jót, hogy ehhez a nódhoz csak ezen a lyukon keresztül tudnak jönni, amit Nessai kiütött. Aha. Sehogy máshogy. Ez pedig itt, látjátok, ez itt, ez az, amit meg kell védenünk. Ez van még egy fal. Úgy... Behúzom. Azt húzd be, most már ezt tudjuk úgy védeni ezt a falat itt, hogy rálátunk a másikra is. Uh-huh. Jó, világos. Úgyhogy ez kurva jó, annyi van, hogy én most a másikra felteszem a bombát. Nyomhatom, vagy várjál. De az még semmit nem jelent. Hanem akkor kezdődik a buli, ha Nessa is rárakja. Mert? Oké, így nagyon óvatos legyél, mert hamar megölnek. Oké. Tedd rá. Oké, mostantól másfél perc. Ez easy. Jönnek balról, az extraction point felől, fentről Nessa-ja, ahol a lyuk, ja, a lyuk van. Ja, az extraction felől is jöhetnek. Mindenhonnan tudnak jönni, és a charge itt azt mondom... Azt. Jó. Ott jönnek ikint. Hát ott is vannak. Ott? Azt lehet kellett volna mondanom, hogy fogyó volna a lőszerem. Figyelj, most riadó van, úgyhogy válthatsz primary-re is vagy, amelyik nem hangtompítós. Hú, Nelszáj, te mit raktál ott van? Egy ilyen szkenner, de nem túl nagy a range-e, úgyhogy... Ott jönnek a lépcső végébe. Oké, okay, azok haltak. 40 másodperc. Ez még könnyű fokozat egyébként, srácok, azért ilyen egyszerű, úgymond. Most hát azért nem mondanám, hogy egyszerű, mert például itt vannak a hasasok. Hát de azt is kétszer hasba lövöd, akkor megvan. Mögöttünk szemből Pisti tudod, bejöttek. Csak szemből nem tudod hasba lőni. 23 szek. Szétbaszták az elektromos ajtót. Komolyan. Egy idő tudják törni, ha? Igen. De azt is el lehet utána barikádozni. Itt van nálam egy ilyen fekvős. Igen, látom. Itt is van egy. Üvöltött. Már megint tört kicsit. Hol? Na, itt tök jó, hogy betörik. Kette meg. Megvan. Sikerült. Egy csoda dolgokat tudnak ezek. Na. Igen, tehát hogyha most nem taktikázunk, akkor például tökre lehet, tudjátok, hogy mondjuk ebbe a szobába bejutottak volna. Uh-huh. És ott szétvesszák a bombát, akkor az egyik objektívet erre az incursionre buktuk. És akkor mi van? Kevesebb XP? Hát aha, meg nem kapod meg az extraction bónuszt, meg egy csomó mindent. Na, itt az extraction bónuszt, mehetünk is. Hol? Ja, hát hogy ott így nálam. Így. Aha, itt voltam. Ott a kompáter. Csak Jocó, köszi szépen az egy évet, gratulál Badgethez. Köszi, köszi Jocó! Köszi, srácok! Én is köszi Zelitti József, igen, a srácok, akik az előző X-Traction streamer ott voltak a chatben, segítsetek már azoknak, akiknek még mindig kérdésük van. Nekem nagyon tetszik ez a PVS mókán vargatama. Na, nice! Mi a délelőtt már kipróbálták onnan. Az Outbreak miatt született meg ez. Így van. Tehát a második nehézségi fokozaton nem játszhatunk egyszer sem. Na, van most. Én is csak az easy-t vágom. Hát ahhoz kell a hármas operátor. Végre első. Csak ugye az a baj, hogy nekem van hármas meg négyes operátorom, csak nem merem vinni. Nem mitől félsz? Hát, hogy MIA lesz, vagy ilyesmi.
Majd kimentjük. Akkor legalább megnézzük a kimentést. Én sajnos láttam milyen a kimentés. Annyira nem vicces. Azért könnyű, mert ez az első nehézség, srácok. Mi most én is így húzogatom fel, legalább kettő legyen. Van négyes, akkor inkább hozzak mást. Vagy csináljam meg ötösre ezt a finkát? Figyelj, nem, mehet. Nem tudom, hogy nektek milyen, neked van hármasod, Barnesszáj? Nem, mert ugye megsérült az előző. Igen, nekem is az a bajom, most kettes lett, tudjátok, Rook, de most sérült, most biztos nem viszem, hogy meg nem gyógyul, értitek? Uh-huh. Ja. Na, itt van egy, hogy Apollo Casino and Resort. Gratulál, Drophoz, srácok. És akkor figyeljetek, menjünk még egy vagy két kört ilyen moderaten, jó? Jó. Most tök jól haladunk, azért kaptok ennyi XP-t, mert nem halunk meg. Ja. Így jól tudunk fejlődni. Így igen, és akkor majd meglátjátok, szerintem egyből bele fog törni a pénisz. Még azt is kírja, hogy melyik operátorral mennyi XP-t szereztünk a progressionhoz. Úristen! Srácok, ez jó, Ruhár. A játék grafikailag Serious Scan, az is szopó, Decontamination már csináltuk. Jaj, a Take Down the Target, a biopsy, az olyan, hogy két elitet kell megölni, de Take Down-olni kell őket, az nehéz. Aha. Szóval a grafikára visszatérve nagyon hasonlít a Siege-hez a játék. Egy-két grafikai újítást kapott, és egy kicsit rajzfilmesebb lett, szerintem. Hát meg ugye ez már a vulkánnal működik. Ez már nem DirectX-es. Szerintem annyi, hogy jobb a lightning a játékban, meg lehet, hogy vannak magasabb felbontású textúrák, de hát ugyanaz az engine, de jól néz ki, nekem amúgy tetszik. Hát meg itt így, hogy már van vulkán, így már lehet ugye beállítani azt, hogy fix legyen a képfrissítés és a dinamikus a felbontás, tehát hogy bárkinél. Mondjuk Borderless-ben nem tudsz vészinkelni, amit nem értek, de én nem értek hozzá. Hát igen. Igen, Game Pass-os a játszés, srácok. De nagyon szép a töltőképernyő, ez a kisasszony, egy csinos nő. Ez tetszik eddig nagyon. Casino! Csinos nő? Nikotina, szia! Nekem is az volt. Mármint nem most, hanem az előzőben. Akkor az vagy mire volt, vagy ez? Szép arca volt. Akkor ez mire lehetett? Mira? Aha, mira. Nagyon, nagyon csinos. Nekem es volt, mert nem volt szemüvege. Nekem amira volt, nagyon csinos volt, ezt kell mondjam, ez eddig a highlightja. Locate the Catalyst Emitter, ez a Serial Scan lesz, ez arra fog szólni, ez olyan, mint egy mini ilyen security area. Aha. Csak olyan, hogy az area, amit megtalálunk, amit látjátok ezeket a fosztlányokat? Ezek micsodák? Baszki! Mi az? Hát amikor így áll az ember és néz minket hármunkat, le kell lőni. Én nem láttam. Vigyázzatok! Takony van a falon! Azt szét kell lőni. Ez ilyen Half-Life-os. Igen, és a földön több takony lesz belőle. Júj! Aha. És mit csinál, ha megtakonyoz minket? Hát így fáj! Aha. Sed vágja, Di! Hopta. Ott van ilyen HP-s. Itt van amúgy a... Az micsoda? Ez mit, ezt a tudszat kell, mindjárt ezt meg kell szkenneltetni, azt fogja megmondani, hogy hol vannak azok a területek, amiket meg kell tartsunk. Nézzétek csak, látjátok? Gyakorlatilag ott amúgy, ahol a kékek vannak. Jó, na, ott az első. És hogyha beállunk abba, tehát minél többen állunk, minél többen állunk benne, annál gyorsabban megy a százalék, de jönnek. Az ajtón keresztül is? Nem tudom, még lehet, hogy most nem is jönnek, majd meglátjuk. Detektív. Okay. Lakás. Igen, le van zárva az ajtó, de itt is vannak. 66-67 százalék. Nyomok egy ilyet, hogy legyen plusz HP-tok. Ha, köszi. Ez a permanensen megmarad nektek, ez a HP, amit adtam? Nem, ilyen HP nem marad nektek permanensen. Mi történt? Itt a következő cucc. Egy robbanós cucc át melletted. Itt a következő terület. Jövök. Ezt reinforce-oljam? Hát igen, csak átmentél a négyzeten, úgyhogy elindítottad. Oké, bocsi. Úgyhogy már mindegy, szerintem nem biztos, hogy kell. Azért behúzom. Ott jönnek. Ott a szkennerem elkapta. Igen, megvisított egy bal oldalon is. Tessék. Igen, ez jó, hogyha látod, vagy beszkenneled, akkor jelöli. Igen.
meg lesz ez gyorsan. Így a csókpointokat le lehet védeni. Jaja, meg jó, hogy lezártátok itt mögöttünk ezt az ajtót. Ja, így kerülniük kell, nem? Igen, aha. Ott tudnak jönni. Kopogni. Hát kopognak, ahogy. A szoftfalakat azokon átjönnek, mint a szar. Mondjuk ez a hülye itt a helyet, hogy bejött volna, elkezdte ütni a mellette lévő falat. És ott a harmadik srácok ott. Mert azt akartam kérdezni, hogy mennyire intelligensek. Nem gondolom, így a legalacsonyabb nehézségi szinten sokat nem kell várni. Ó, basszus. Jönnek. Mögöttünk is. Úgyhogy ezt lezárom. Meg itt is. A zár le így. Vigyázzatok mögöttetek! Lentről nem jött csak. Igen. Jönnek itt, igen. Lent egész távol van. Az a shotty az mennyire hasznos, Pisti? Nagyon hasznos, kurva jók a shotgunok a játékban, nagyon hasznosak. Annyi van, hogy... Hangos. Igen, hogy hangos. Tehát ezt akkor, amikor ilyen küldetés van, jó használni a shotit. Uh-huh. De támadnak a robbanósok. Nem. Nem, ajtó, még, ez még csak az első, most menjünk a második részre. Ja, ajtó, ja, de hogy ki is lehet menni. Igen, igen. Igen, tehát nincs olyan közben, hogy azt mondja, például, ez egy nagyon jó kérdés, például, hogyha mondjuk 10 HP-d van Nessai, aha, akkor így azt mondod, hogy figyelj, inkább lépjünk le, mint hogy meghalljon a karakter. Aha. Nincs ammó. Hát most itt, de, itt van, de, itt van. Csak kettő van benne. Akkor viszem. Neked nem kell, Pisti. Vigyed. Egyébként én most jégerrel vagyok, és elvileg ez most autótörret, ami nálam van, nem pedig ADS. Ó, tök jó. Majd meglátjuk, hogy hogy használ. Meg hogy mi a következő küldetést. Aberráns neszteket kellett pusztítani. Na, ezt tudjátok, ez a zöld nesztes rész. Az jó amúgy, mert ott lehet, hogy jó lenne a izé, az autótöret. Itt mehet a izé, a stealth kill. Itt nálam vannak, Az okay, a zöld. Ilyen ugrándozósak a karakterek itt az extractionben. Az ability upgrade, az nem kell. Jövünk ki. Oké. Okay. Valamit lehányt. Pisti, rajtad is van. Rajtad van. Verd le rólam, véve. Rajtad is van még. Levertem. Megvan, jó. Ezek a blinding spórok. Aha. Itt vagyok ki. Oké, okay, és itt vannak a zöldek. Na már lerakom az ágyút. Hadd rakjam le, mielőtt szétlőjük. Hadd rakjam le, jó? Oké. Okay. Taco van és burrito. Remélem ezt tényleg lövő cucc, jól értettem. Hát kiderül. Szóljatok, ha mehet majd. Jól van, menjen. Oké. Okay. Én nem látom, hogy ezek lőnének, srácok. Az az igazság. Csaljunk egyet idébb. Ah, de lőnek. Lőnek. Igen? Igen, és akkor onnan kell kivenni, vegyétek ki belőle a cokmokot. Ez az. Vágj ki belőle a cokmokot, és akkor megvan a második missionünk. Nice, szép volt. Szép. Igen, tényleg lő ez a security turret, de körülbelül annyira hasznos. És lesz majd olyan event, amikor jön a Venom. Micsoda? A Pókemberből. Ilyen cross promotion event. Amelyik minden ja? Ilyen fekete genyós. Hát az attól függ tőle, hogy kiveszi meg. Ja igen. Hát meg kell vásárolni a Sony-nak, szóval végül is lehet. Igen. Most jól még az. Azt nevezem, mind a ketten a fejemre ugrottatok. És az a durva, hogy attól így cancel-öl nekem így az animációban. Ability. Itt ilyen ability cucc van. Igen, az az, amivel... Térjél magadhoz, mert... Csak a kalapáccsal ugye az nem fogyás, sosem. Sziasztok. Meg szerintem... Ja, nekem sem. Nekem nem. Neked se fogyás? Nem, nekem 40 szekes CD van rajta nagyjából. Olyat kongott a fejed.
Váncsa Józsi, Biló, köszi szépen. Ja igen, droppok vannak, feliratkozóknak dupla drop. Köszi. Én úgy hallottam, hogy csak ihentennél vannak droppok. Vodnézőknél is vannak droppok? Ki írtad a címbe, hogy drop van? Akkor nincs. Én nem írtam ki, akkor nincs. Én se írtam ki a címbe, hogy droppok. Köszi Alucard, neked is. Na, srácok. Most van az, ezzel nagyon sokat szívtunk ezzel. Ott egy Elite Spiker, gyertek vissza. Tehát úgy van, hogy őt nem kéne riasztani, és őt hátba kell kúrni. Aha. És hogyha riasztjuk, na, akkor mi van? Akkor elkezd támadni, ő tud lőni is egyébként. Azt csak vissza inkább, vagy ott nem, nem. Kell nekünk ez a rész, csak csempe. Ott egy enemit lelőhetem? Gondolom. De az lényeg, hogy a Spiker ne legyen beriasztva. Igen, és akkor azt kellene csinálni, hogy... Basz meg, Pisti. Szerintem a Spiker akar minket, ugye? Az nem a Spiker volt. Ja, jó, oké. Hála az égnek. Na figyelj, ott a Spiker. Jön. Jön a Spiker. Jön a Spiker valahogy, tehát hogy... Gyertek velem. Gyertek velem. Szerintem észrevett, srácok. Gyertek onnan ki, azonnal. Azon gondolkoztam, hogy rákerülünk a izével. Meg azt írt, hogy operátor ability-vel lehet, hogy lehet stunolni. Nem igen, lehet, én most a... smoke-kal próbálnám stunolni. Jövök messze vele. Hát vagy rábaszok a kalapáccsal. Az... Nem? Vagy fixen? Nem tudom. Nem tudom, de a füstöm nem sokáig lesz aktív. Valami addig... piros. Most mit kéne vele csinálni? Oda menni és megszeredigetni? Megvan. Vigyázzatok, rátok fut egy robbanos! Aha, nagyon kevés életem maradt. És akkor még kettő kell ebből. Szóval a smoke-oddal lehet... Smoke-kal tudod stunolni, igen. És akkor lehet takedown-olni, ugye? Igen, azt akartam mondani lehet... az előbb is, fiam, ugye arra nem gondoltunk, de gondoljunk, hogy ki tudom ütni a falakat, és mögé tudtunk volna kerülni úgy. Igen, úgymond nagyon csendben kell lenni, vagy az van, hogy két ember, ott a másik spiker, két ember magára csalja, és a harmadik hát. Itt jön nálam. Várj, megyek mögé. Nekem is van smoke-om. Jöjjön, Pisti. Gyere, csináld! Megvan. Nagyon szép. Szép. Nagyon jó volt. Akartam nyomni, basszány. Jó naggyal írja, hogy nem adna, hogy igen, figyelmeztet. Ja, a nekem drop is jó volt. Címbeírásával csak viccelődtünk, Killer Papa. Prügy! Oké, meg kell találnunk a... Hát ez easy. A következő, még egy Spiker van itt. Valahol itt van. Valami? Igen, right there. Nálad, Pisti. Már Johnny van. De én itt nem tudok, srácok. Akkor nem nálam van. Én nálam nincsen is. Megvan. Megölted? Meghalom. Az a két bábbal arrébb volt. Finka, baszás, gyorsan. Van. Tessék. Jó, felszedtél végül is. Hold meg, halt. Oké, tehát ezzel kell nagyon vigyázni, srácok, hogy ne halljatok meg, meg ne... Meg Falon átjelezte be, és azt hittem, hogy nálad volt. Ja. Úgy van, hogy az a vigyázzatok nagyon, hogy értek, hogyha full HP-val végeztek egy küldetést, akkor sima mehettek tovább azzal a... Hát na, fel kell húzni az összes operátort, az cső. Requesteltem. Csinálta is Nessai, és akkor már csak rá kell állni a padra. Hú, Nessai, majdnem fagyos lett a hangulat, bazd meg! Hú! Az amit nem érzem a súlyát annak, hogy lemegy az operátor, majd hogyha riszkiulunk egyet, aki meghal, akkor majd lehet jobban érzem. Fogod érezni a súlyát, mert akivel játszol, annak egyre több mindene nyílik meg. Érted? És kurva sztár, hogy mondjuk egy következő küldetésre azért nem viheted azt, akivel az előbb mentél, mert túl kevés a HP-ja. De nekem az is elég motiváció, úgy mondom, hogy például, tudod, mondjuk van egy nagyon erős operátor, aki már ötös szintű, érted? Van egy nagyon jó küldetés, sikerül, csak mondjuk lement a fél HP-t. És a következőben is vele akarsz menni, mert bejön a fegyver, meg minden, de nem mersz, mert félsz, hogy meghal. Meglett az ötös szint. Inkább van. Uh-huh. GG. Köszi. Meglett a pörköm. Ja, és akkor most már tudok az alibival menni, bár még nincs full HP-n, de most már tudok vele menni. Aha. Igen, és akkor a score-nál mutatja, hogy hány HP-t gyógyultak az operátorok. Na például most én az előbb jégerrel mentem, most olyan kevés HP-ja van, hogy most nem tudom vinni.
Na, de megnyílt a másik sidearm például a Sledge-nél. Aha, értem. Megyünk most akkor New York Citybe, hogy legyen... Vannak csármok, na be, bocsánat. Csinált, hogy mondhatom. Az van egy alak, hogy... Weaponskinek is vannak messzel, csak mondom. Lehet venni? Vagy azt nem lehet megmutatni, mert titkosos? A shop az titkosos. Nekem ilyen epikus izéim vannak. Hozok egy másik operátort. Melyiket hozzam, srácok? Vagy... Amelyiket szeretnéd. Jó, akkor megpróbálom a Sledge-et. Én most igyekszem minél több operátort úgymond felhúzni. Hát nyilván az lenne a lényeg. Hármasra, hogy tudjunk csinálni nehezebb küldetést majd. Én azért húztam most fel Finkát ötösre, hogy ha akarunk egy nehéz küldet, akkor legyen. Ja, jó. Az mondjuk okos. Akkor én meg... Nekem oda van operátorom. Akkor húzok én is majd Finkát. Jó, play, és akkor megyünk. Megcsináltuk mind a három incursiont fullosra San Franciscóval. Most New York Citybe végigmegyünk ugyanígy a legkönnyebb fokozaton mindegyikkel, jó? Jó. You have returned. Beszkináltam az alibit. Én is úgy felszkináltam magam, hogy csak na. Ezek ilyen pre-order skinek, amiket kaptunk. Igen, meg vannak bónuszok ahhoz, hogy megvan a Siege is. Ja, aha. Meg Siege-be is kapunk bónusz skint, hogyha megvan az Extraction. Oké, nagyon szépen köszönöm neked is a támogatást, Timáron 5. hónapja. Na, most látjátok, Explosive Charge, tudjátok, ez a Defend, másfél perces Defend, utána jön a vissza kell csalogatni az Extraction pointig, és most Defeat lesz. Tehát boss fight lesz a végén. Na, tök jó. Ezt tetszik. Azok se olyan durvák. Mennyi küldetés van, Pisti, nagyjából? 10? Féle? Nem tudom. Köszöntél, nem tudom. Na, kik itt hoz? Sledge. Hát én húzzam tovább az alibit. Nekem a Sledge az pihen. Én jövök Finkával. Finka nekem nagyon tetszett. Jó, a fegyvere nagyon. Mindenki fehérbe nyomja? Ja, skinesek vagyunk. De zöld. Ugye? De zöld az a fegyver. Ugye? Nagyon toxikus. Bizony. Na ez az S, ugye? Őt felismerem, mert vörös a haja. Hát mondjuk mindenkinek más a töltőképen, jó? Hát csettőképen. Nekem zéró van. Ja, jó. Az a baj, hogy annyira nem mentem bele a Siege-be sose, hogy legyen időm szimpelni az operátorokat, pedig tudom, hogy az túl szokás. Jó, Defend is tudom. Fight na, akkor me most, online. Most kell majd megvédenünk a robbanóanyagokat. Ja, az jellegű. Igen, csak meg kell találnunk a csápokat. Ó, csápok. Csápi. Ez a pálya, ezt tetszik. Pedig ebben a játékban a legjobban egyébként az art style tetszik, szóval a fényeket nagyon jól megoldották. Ugyanaz a grafika, mint a Siege-be, de hogy sokkal izgalmasabb a kinézet. Ők nyilván egy Siege szintű multijáték, meg nem kell, hogy izgalmasan nézzen ki, de ez így tetszik, ahogy kinéz. Kellenének hogy egyébként, hogy legyenek ismerős momentumok a... Ja, a pályákról? Aha. Vigyázz el, mert itt jobb oldalt a... Itt meg fölöttünk. Megnézd csak itt fölöttünk, de azt nem tudom... Lőd ki, nyug. Oké. Várjál, itt van egy. Menjünk arra, Pisti, vagy? Ez most New York-os, amit csinálunk. Igen, azt mondtam, hogy megcsináltuk mindhárom San Franciscót, úgyhogy most végigmenjünk a New York-on. Törte magától, Nessai, azért lőttem. Na, azt ne felejtsétek már majd el, hogy ott, ott majd szikrolnunk kell a site-ot. Látjátok, hogy úgy van, hogy lennek fent van. Így, az behúzod azt a falat, amit kirobban? Világ, csak... Visszajössz? Visszamegyek, aha. Gyerekedsz? Valamit itt nagyon hallok mozogni. Hát majd jönnek úgyis. Oké. Okay. Alig mozog valami. Na, nyírjatok ki mindenkit, meg az összes... mi a lófaszt? Jövök messze. Kösz. Jó, ez itt fönt secure biztos. A nesteket, azt egy fönt secure biztos? Bezártatok az ajtókat is? Jó. Aha. Ami puha fal van, az reinforced, ugye? Már ne csak messze, ott még nem. Jaj. Mindegy, jó.
te mehet, Pisti? Ő raktad így a bombát fel? Itt még nagyon sokan vannak, de igyekszem. Felrakjam, vagy várjunk? Igazából felrakod, mert amíg én nem rakom rá, nem történik semmi. Oké, akkor felrakom. Nekem shotim lesz lesz száj, úgyhogy gázol akkor. Nyomom. Itt még vannak? Te még ott clearálsz, Pisti? Eléggé, aha, mert valami itt ilyen zöld robbanósakat karik amúgy, és ezt akarom megkeresni, hogy melyik szarja a zöldet. Itt nálunk elkezdett terjedni ez a... A terketesség. Igen, jövök. Nyomd akkor fel rá. Wow, hát ez nagyon jól néz ki, ahogy rombolja ezt a castle falat, vagy castle-szerű falat az enemy. Akkor felrakom. Én felraktam, felraktam. Oké. Okay. Akkor rakom én is, igen, rombolja. Másfél perc. Na, úgyhogy leszetted azt az ajtót is. Mögötte szétlőttem egy robbanóst és felrobbant az ajtót. Újúj. Újúj, itt fönt lehet nagy gáz lesz. Igen, óvatosan. Annyit kell elkövetnetek mindenképpen, hogy ugorj le, hogyha nagyon nagy gáz van. Oké. Okay. Támadják, hogy állt. De csak azért, mert oda mérgezett. Ja, jó, oké. Okay. Jók vagyunk, srácok, 54 másodperc. Hogy vagy így? Jól vagyok, jól vagyok. Oké. Okay. Csak nagyon zavaró, hogy nem lehet mozogni normálisan. A takony miatt mi? Ja. Yeah. Igen, egyre jobban terjed ilyenkor, hogy egyre nehezebb védeni. 30 sek. Mondom, én ettől félek például rettenetesen a nehezebb fokozaton. Nem tudom, itt ilyenkor a füst mit csinál az ellenemikkel. Így sztánolja őket gyakorlatilag. Ez a Zalidi kamú cucc kurva jó, mert rárobbannak a robbanások. Ja, abszolút, de ez egy rohadt hasznos dolog amúgy. Csak ne felejtsd el felvenni. Mögöttünk. Igen, láttam, kapta. Ez tök jó, mert semmi nem tudják elpusztítani. 8 másodperc. Hát mit pusztítsanak? Igen, hogy nem tudják az alapját szétbaszni. Ja, de most szétszették az alapját. Igen. Nice. GG. Kaptunk XP-t, yes! Most termájtunk már például. Ja, okay. Hogy így lore szinten biztos érdekes lehet azoknak, akik szeretik ezeket az operátorokat. Nem tudom, mennyi sztori vagy ilyen lore cucc van benne, ami ízlis. Van, így vlogolnak az operátorok gyakorlatilag. Azt a kurva, az meg Insta profil nincs. Bassza meg! Megyek. Igen, ez van, bassz meg, elfogyott a lőszerem, mire ki tudtam volna lőni. Pinka izéd van, Pisti. Nyomjam be? Aha, jó, nem, látom, csak hogy... Mert meg itt nincsen, ne szállj. Én nem láttam sehol. És itt bent? Van se. Hát akkor viszont... Ezt így benyomom, ne szállj. Kösz. Jó, egy HP-val izgalmas az élet. Na, akkor most töltjük a második mission-t, ugye? Na, keresnünk kell nektek hiat akkor. Én el vagyok. Akkor ne szálljnak. Ne szálljnak, nagyon kell. De kell ne szállj. Ez az operátor... Azt várom, mikor kell megmenteni a testem. Ezt értem, hogy azt várod, de ez az operátorod áll a legközelebb a harmadik szinthez, ugye? Nem, a Sledge. A Sledge? Akkor nincs gond. Sledge már hármas, csak pihem. Elfáradt. Én úgy bánok az operátoraimmal, bazd meg, hogy van fizetett szabadság missziók után, nem úgy, mint ti, hogy így folyamatosan dara. Hát csak már akarjuk nézni, milyen a nehezített fokozat. Hát menjünk, hát egyessel is oda húrok. Na. Értelek, viccelek is. Ez most a csalogatós lesz majd. Ó, na várjál. Úgyhogy akkor viszont lehet lenne értelme, ne szállj majd a... Kopterhez? Igen, oda menni a kopterhez, ami 64 méterre van, és megnézni, hogy hol a gomb. Jó. Melyik oldalon, tudod, ilyenek? Van valaki itt. Igen, robbanós. Igen. Meg nem csak robbanós. Hopp, itt az elit nálam! Bassza meg! Oké, okay, csalogassátok a helikopter felé! Bassza meg, és az hol lesz? Tudtok jönni erre? Én tudok. Követ? Követ. Nem követ. Nem? Nem követ. De akkor megtisztítom az utat a helikopterig. Az a durva, hogy a helikopternél van egy.
vissza. Jéééé, bassz meg, de hogy nyitja ki az ajtót? Te nyitottad az ajtót ki? Az egyiket én. Oké, okay, ide kell csalnunk. Csalom. Hozzátok. Vigyázz, ne szállj arra nagyon, Pisti. Baszta meg, ne szállj, hol vagy, ne szállj, ne szállj! Mondjad. Hát én már elfogom majd. Micsoda? Nem, én szerintem semmi jó. Ja, nem. Nem, vigyázz, nem így. Srácok! Hol vagy? Robbanós izék vannak nálatok. Nagyon messze van még az az elit. Jöjjön, itt van, közel. Szólok neki, hogy jöjjön. Gyere, cicc! Azaz. Gyere, fiú, gyere! Nincs senki a gomnál, Pisti, hol vagy? Pisti! Igen, de seg... Kaptam. Azt hírják, hogy áll. Azt hittem, ott maradsz a gomnál. Oh. Nem maradtam ott a gomnál, mert rohadt messze volt még minden, és gondoltam, hogy ha nem leszek a gomnál, azonnal ide érnek. És így van. Itt van ammó amúgy, ha kell valakinek, srácok. Leszállj? Én már vettem. Pisti? Én már vettem. Várja. Ez így viccesebb volt. Halló? Ja, mert hogy itt kettő amós táska is volt. Igen, és mind a kettőben kettő van. Ilyen jók a plafonon. Ki takarít itt? Ú, igen, ezzel óvatosan. Jövök, srácok. Erről a izé jut eszembe, aminek nem tudom mi a neve, és izé. GTFO. A valóságban létezik. Azt hittem, a GTFO. Egy növény. Here? Nem. Hát ráragad a kis ruhádra ugyanúgy, mint ez a sárga genyó. Az, az, köszönöm. A városi gyerek ne várja tőlem ilyen biológiai meghatározásokat. Van ammó? Bogáncsa, az olyan. Hát, ha valahol, jó, akkor itt azt hiszem, csak ammó van, ha jól látom. Nálam én ezt... vettem föl nemrég, úgyhogy vigyétek. A kérdést nem értem Good Guy Gábor. Nem tudom, hogy hol van Jani. Gondolom dolgozik. Hunt lesz a következő? Ez egy jó játék. Ja, igen, az elitet ki kell nyírni, igen, igen. Monolit spá. Úgyhogy mindhárman ráredizünk, nem megy tovább gyorsan. De, így van, ez száj. Tessék. Igen, most valahúzat. Lamar... mi? Lamar Rider? Nagyon szépen köszönjük neki, srácok. Köszi mindenkinek. Igen, srácok, a tenger is üné, és a pióta is majdnem. Végül is. Oké. Okay. Megtalálni az elite targetet, kinyírni. Az elite target az még csak egy átlag enemy, aminek több a HP-ja. De vannak bosszok is. Bosszok? Bosszok. A bosszok random le tudnak spawnolni a nehezebb fokozatokon. Ajaj. És a robbanósok tönkre tudják tenni azokat az ajtókat, amiket... amiket... mi az? Itt van, be lehet zárni. És azt őt lőni kell? Nem meg így, kell lőni, beszélj igen, hozzá és győzd meg, okay, hogy megsimogatom. Nem szabad gonoszkodni. De várjátok egy pillanat! Vannak spikerek, itt most spikerek lesznek. A spikerekből hármat kell megölni, hogy jöjjön az elit. Oké, okay, lehet. Okay. Valami lehány. Itt valahol itt vannak a környéken. Hányás. Egyet látok. Nagyon sok hányás van rajtad. Fáj nekem. Nincs egy kárt. Látok egy spiker. Még mindig van rajtad. Pont a hátsódon. Egy spiker halt. Leszedtem. Itt megfürdetett engem. Itt spiker halt. Még valahol van egy spiker. Aha, itt vannak. Megvan. Most jön az elit. Itt van fent. Vagy nem az, nem az. Megint hallok valamit valamúgy, de... Hol van az elit? Valahol jön. Lő. Jó, én az lesz lő. Az, amelyik lő, srát. Vigyázz így. Az... az... nem. Nem. Nem, nem ő volt az. Itt van bent. Újj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 
Már csak egyszer downloadhatod, különben K.O. lesz. Az a baj, nekem is nagyon fáj, srácok. Ott van valahol? Itt van. Hogy közben itt oldalról raknak. 3/4 HP-n van. Hát jó bullet sponge, bazzeg. Igen, mondom, neki sok élete van. Rádobok majd egy smoke-ot. Rádobtam egy smoke-ot. Ilyen klónjai vannak, láthatatlan. Van,
Kop! Negyed HP. Ha látom, lövöm. Figyeljetek azért, hogy nőgy oldalba basszom valami robbanós geci. Meghalt. Megvan. Ez jó volt. Olyan rüggolyó kellett. Ja. Szép volt. Hú. Na, ez már kicsit nehezebb volt. Jönnek. Húzzunk innen, mindjárt megbaszódott. Aha, a extraction point. Vége van a missionnek. Merre van? Az extra... erre itt, amerre jövök én. Oké. Okay. Vigyázzatok, mert most spónolnak olyanok, akik lőnek, és azok nagyon gyorsan megölnek. Gyertek itt erre, amerre mutatom. Ez izgalmasnak tűnik, mert ez egy fokkal veszélyesebb. Elég veszélyes, igen. És itt mindegyik az majdnem. Jó, nyomjuk, nyomatok még egyet. Kösz. Mink a cumót. Hívjad, Nessa, hívjad. Oh, igen, okay. Megéri downolni, mert úgy több a HP. Most már 5 HP van, nem egy. Totál megérte. Na hát, Sledge-em 34 HP-re lement. Na, és akkor látod most például, hogyha mondjuk a Sledge-et most már 3-as, és hoznád őt mondjuk egy következő küldére, akkor valószínűleg inkább nem. De ott az összes több. De azok egyesek. Csilla. Hát ez az elején hát szívás. Most, hogyha egyes, hát azon kevesebb a fegyvertípusod. Nem? Mert mit kapsz még 5-ös szinten? Hát a képességet fejlődik, tehát mondjuk Sledge-nek is tud erősebbet ütni, mint az, aha igen, ugye, tehát sok minden fejlődik, de a puszta tény, hogy egy egyes operátorral nincs esélyed a nehezebb küldetéseken. És úgy van amúgy, hogy ameddig 10. szintű nem lesz az operátorod, addig tud bukni. Na 4-es lett Pisti finkája. Igen, igen. Akkor gondolom, most nem tudom majd pikkálni a Sledge-et. Igen, de például, hogy Mart tett, hogy HP-ja mondjuk lesz több alapból a karakterednek, hogyha szintet... Van olyan is, akinél lehet, igen. Attól függ. Mert hogy amúgy, hogyha ismered a játékot, és már vágod az összes mapot, meg küldetést, ami valahogy látom, olyan sok nincs, akkor egyessel is meg tudod csinálni a nehéz küldetést. Ó, nekem itt... Hát, bocsi, mondját. Ha csak nincsen több damod, meg több HP-d, akkor... Itt van az operátor. Nyilván persze egy csomó utility-t kapsz, ami megkönnyíti a dolgodat. Itt van Sledge, és akkor itt van az advancement-je, és akkor itt van, hogy 8-as szinten például 40%-kal csökken az incoming damage. Aha. Na, ilyenekre gondoltam, érted, hogy így világos. Ja, a kalapácsa az fejlődik, vagy háromszor. Ja, én is utána... most itt nézem a Sledge-t, csak amit... csak negyedik szinten a movement speed-je nő 25%-kal. Aha. És ez minden karakternél más amúgy ne szállt. Na így már értem, hogy mi az, amitől így jelentősen könnyebb. Attól lehet könnyebb, igen. Hogy ugye stackeled ezeket a dolgokat. Úgymond, hogy elég gyorsan fejlődnek a karakterek, így nem tudom, hogy... Nem tudom, mennyivel nehezebb ért, mondjuk 9-esről 10-es szintre lépni, érted? Mennyivel több XP? Ja, nem tudom, azt nem tudom. Nem tudom, hogy exponenciálisan mennyire lassulnak a... Most csak így kíváncsi vagyok, hogy amúgy hány óra az összes karaktert kifullozni. Jó kérdés. 20-30-50-150, tehát... Érted, hogyha egy 10-es karakter felhúzása, most mondok valamit, 10 óra, akkor azt mondom, hogy jabazd meg, úgy szar, hogyha lekáozod. Ami nem tudsz haladni, a progresszeret visszafogja, hogy az erős karaktereid nincsenek meg. Hát végül is igen. Ezt a kurva LMG-t kéne finkával amúgy állapod. És mennyit fejlődik vissza, hogyha meghalsz vele, Franco? Így beragad gyakorlatilag, tehát ő nem fejlőd semmit, ameddig vissza nincs hozva. Ja, de akkor nem csökken a szintje? Nem, csak beragad. Aha. Én Kövinek ezt a Lion-t fogom hozni. Akkor menjünk végig még a másik két küldetésen könnyű fokozaton? Nem, mehetünk, és akkor Nessai-nak lesz egy erősebb. Jó, akkor megyünk még egy Liberty Island-et, csak könnyített be, jó? Jól van. Az oké, okay, vagy? Nekem oké. Okay. Nekem oké. Okay. A finkámnak az előbb 74 HP-ja volt, és most, hogy nem őt hoztam, így fölment 100-ra. Úgyhogy fullos lesz. Ja, jó, szuper, szuper. Én gondolom fixa a körönkénti hílelődés. Ezt akarom megnézni, mert most 34 van a Sledge-nek, Nem fix, hanem attól függ, hogy milyen jól teljesítesz. Ó. Oh. Aha. Minél több XP-t kapsz, annál többet heal-el az egész teamed. Aha.
Tehát például, hogyha tudjátok, csak mondjuk két objektív után extraktolunk, akkor nem. Egy gyors kérdés, mi ez a development milestone? Hát az a development milestone, a hát progression, ha rákattintesz, ja, az ilyen össz XP. Ja, oké. Az a battle passod. Akkor igen, és akkor azt tudod növelni többféleképpen, és akkor úgy tudsz megnyitni új operátort, meg új területeket. Oké. Amúgy egy csapatorvos kéne, vagy egy gyúrószántoró, igazad van. Igen. Ó, ez jó, ez a, hogy hívják, nest tracking. Az egyszerűbb, igen. Az asset kimenekítés az ilyen meh, csak látod, az a király, hogy a loadout előtt látod, hogy mi lesz a feladat. Na viszont az Activate Station még nem láttuk az új. Az para, igen, az a szar, igen. Az nem annyira király. Na kit nézzünk. Hát szerintem én rukkot fogom hozni. Hozom az elát, az mindenki szereti az elát. Igen. De ahhoz... Waifu materiál. Ahhoz a mi streamünket kell nézni, Nessai. Tehát te hozod az elát, attól a miénket kell nézni. Tehát, hogy nekünk kéne hozni az elát. Mert mindig lehet hibás döntéseket hozni, persze. Igen. Nézd meg. Mégse eláthoz. De bocs, csak mellé kattintott. Jól láttam, hogy Nessai gadgetje tud szintet lépni? Tenyém. Aha. Ott egy ilyen kis csík volt a gadgetjénél. Vagy az más jelen? Szerintem az az, hogy hányszor júzolhatom, nem? De ja, nem lehet, láttam, lehet. Mennyire gondolsz. Itt ilyen loadout info volt. Ja. Na! We need new data on the parasite's underground network. Tracker. Kamionosokat kell keresni. Ez az, amikor tudjátok, a nesteket nem kell kilőni, hanem csak meg kell jelölni. Azt kell az F-fel, nem a V-vel. Azaz, hagyjátok, és akkor így ezeket meg tudjuk jelölni. F-et nyomtam. Ja, én is megyek, és itt is van egy nest. Még egy nest. Nyomtam most egy ilyen Lion cucca, de nem tudom, mit csinál. Lion. A falon át látod azokat az enemiket, amik mozognak. De jó! Az hasznos tud lenni, mikor ilyen nagy összehangolt támadás van. Tök jó. Jó, ott hagytunk egyet a falai kísérben olaj. Aha. Már három meg van, még kettő jaj, kell. Bocs, nem lőni kell. Bocs. Igen, az alert volt, úgyhogy mindegy, nem baj. Itt nekem most van egy. Ha ide bent van egy, csak ide, nem az. Nem alert. Elődött is. Akkor az... Oké. Okay. Ablakra nem durvultak. Oké, okay, felrobbant mind, akkor meg is van az első küldetés. Mehetünk tovább. Ennyi? Aha, ez itt ennyi. Okay. Mondom, hogy itt a könnyű fokozat az ilyen még. Tök jó egyébként, hogy a falon keresztül highlightolódnak az ilyen felszedhető cuccok. Igen, és ezt amúgy még messzebbről tudja csinálni IQ. Ezt valaki vegye fel. Hát, vedd fel, Nessai. Hey, jebera! Micsoda? A medkitet. Ó, ja, kösz. Hát így rátol ilyenkor, tudod? Aha. Hát nem véletlen van kihagyva annyi az életcsiknál. Jaja. Nem emlékszem, mi volt a második. Ja, az utolsó lesz az, ami még nem volt. Az összet. Az összet lesz a második. Jó, akkor túsz kell, igen. A túszra nagyon kell vigyázni, jó. 40 méter. Valaki szerencsel van? Nincs, jó. Nincs. Jaj, várjatok már. Na. Tessék. Time for some serious protection. Ez most az eszembe. Vagy ez még lehet, hogy hasznos lehet. Itt aki falon keresztül van, meg lehet halni? Ja, bocs, igen, meg. Ott van majd ott egy olyan. Ott egy nest. Egy kell a bal nestbe, bal. Fölül slime, vagy nem tudom mi van ott van.
Szedd le. Nem sebződik. Amúgy itt. Vigyázz fölül, Isti. Hajnál. Itt még mindig van ammó. Hozzam én. Hozhatod. Hozom, jó, és akkor srácok, előre. Menjünk itt lent, nem? Én viszem minél hamarabb az extraction pointra. Gettó, srácok, gettó. Itt nest van. Hozom az acidet, itt van. Mindjárt teszem is be, jó? Oké. Teszem be. Egyen. Oké, okay. Karel Csapek, köszi szépen az egy évet. Gigi Aber, Sandros, Janó, köszi szépen nektek is. Akkor ez megvan. Meg, mehetünk tovább. Mondom, hogyha meglesznek a hármas szintű operatorok, akkor királyság lesz, akkor megyünk a nehezített fokozatba, és akkor kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz para. Meg ugye lehet, hogy ott vannak új missionök is. Rikolt lehet gyakorolni amúgy arra, jó ez faszán. Ugyanaz amúgy, mint a Siege-be. Igen, de azért. Elvileg. Vannak bent! De még hogy vannak? Takony a földön, ne szállj, takony a földön! Az nagyon-nagyon sem, ez viccen kívül. Még most kisebb darabokba ment szét. Megtanultam a taknyot. Szép volt. Rádobtad a Grismot Mind? Itt van a mó. Mondanogos, igen. Nem kell a mó, ilyen szegény túsz. Gyorsan próbálom mondani. Meg kell találnunk egy ilyen szeizmoszkennert. Oké? Okay? Ha megtaláltuk a szeizmoszkennert, amikor elindítjuk a szeizmoszkenner át, egy percünk van megtalálni a B-t, és egy percünk van megtalálni a C-t. Tehát akkor ne indítsuk el. Hát el kell, csak legyünk felkészülve, vagy akkor majd nagyon gyorsan kell menni a következőhöz. Igen, van crossplay a játékban, srácok. Van. És benne van a Game Pass-ben, Day One. És pluszban van Friends Pass a játékban. Body Pass. Hogyha valaki belekötne. Van Body Pass a játékban, amivel egy barátot meg tudtak hívni, aki 2 hétig tud ingyen játszani a játékkal. Az mondjuk faszabb. És persze megmarad a progressze, ha úgy dönt, hogy megveszi. Nem tetszik most ez így nekem, nem tudom, egy kurva nagy rás van, csak nem nagyon értem. Itt van egy C Station. Nekünk nem az kell. Hanem az A kell, de a C legalább megvan. Meg. Nyomok Bossa egy... Meg! Nyomtam ilyen Lion-t. Ja, és sorban vannak az ABC. Igen, megtalálunk az A-t. Úristen, itt végtelen nézik, jó, a mód tudunk magunkkal vinni. Vigyázz, sokan vannak. Itt nagyon ott sokan vannak. Ott az A, srácok. Jézusom. És a B-t megkeressük előttem? Vagy fussunk? Hát, szerintem jó lenne megkeresni. Oké. Okay. Keressük. Azt hittem ennél egy kisebb szoba lesz. Ezek a belső terek, ezek nekem nagyon tetszenek. A menő. Mindegy szoba ilyen hangulatos. Na basszus, belementem a zöldségbe. Itt a B. Hol? Itt nálam. Akkor mehetünk vissza az A-ra. Akkor ABC, ez kell? Én a B-t egyből. Meg bassz meg, várjál, akkor én megyek a C-hez, I. Jó. Akkor aktiválhatod az A-t. Oké, nyomom. Ne szállj B. Megvan. És C. Kész. Akkor itt is van az extraction. Ez itt Tactics volt, csak értitek, hogyha most egyből aktiváljuk az át, akkor tudjátok, most az enemiken keresztül kell ezen a futkosni, hogy hol a geciből van. Ez meg itt Tactics. Ja, ez jó volt. De mondjuk így, hogy meg tudod keresni az összeset, így igen. Hát, hogyha nem tudod megkeresni, akkor azt mondom, hogy na bazzeg, az úgy para. Aktivad hát az át, és akkor időhöz vagy kötve.
Így igazából kiírtad az egész mapot, ha úgy tetszik, és igen, mert az a veszélyes, hogyha az enemik között kell keresni a következőt. Hát de így tudod megállni teljesen ezt a veszélyt. Igen. A rombolás egyébként úgy van megcsinálva, mint a Terrorist Huntban, hogy nagyobbat bont a falból a fegyver, mint multiba. Nagyon király. Azonokon van egér build támogatás? Elvileg igen. Van. És lehet píkelni, persze, srácok. Ugyanaz minden. Ugyanaz. De hogy Pickers Advantage van-e, azt nem tudom. Hát nem tudjuk, majd ezt megmondják az NPC-k. Hogy szólóban elvileg nehéz? Ez mindenhogy nehéz. Majd mindjárt meglátod. Igen, csak... Ja, ja. Hát itt is meghalsz gyakorlatilag azonnal. A legnehezebb szinteken meg még inkább azonnal. Nelszáj az első. Haló? Na, az jösszen. Extraction bónusz, megvan. Most már hármas ruk is. Na, nagyon király. Visszük a csapatot. Magunkkal. Hát, meg ez az első nehézség, bondológus. Oké, okay. Ruk level up, ő mit kapott? Á, az MP5 volt, meg végre gett. Vlogol? A szerelmem vlogol. Az a szemöldök. Ó, 40 igen, HP-t most... kaptam én ennyi XP-vel. Na nem, nem spoilerezzük le a nézőknek. Én 38-at. Azért, mert te átlépted a 12 000-et ki. Ó, aha. Tehát én meg alatta voltam, én csak 38-at kaptam. Uh-huh. Na jó, srácok. Mit mondtok? Engem. Próbáljuk ki a nehezebbet? Mehet. Hozom finkát. Menjem. Biztos? Persze. Várjátok, átmerítem rukkot MP5-re. Hú. A kicsim, hogy... igen, köszönöm, igen. Hogy taktikoljunk ezzel, srácok? Várj, be kell állítsam a skineket. Jogos, azt nem én is állítottam be. Ha már ilyen happening van, akkor... Jó, tudunk, hát a rukkot nem hozom most, jégert sem hozom most. Dokkot kéne hozni mi, mert akkor tudlak healelni titeket. Igen. Szerintem dokkot hozom akkor, jó? Jó, én a sledge-el jövök. Jó. Jó, az nagyon jó. És akkor melyiken megyünk? New York vagy San Francisco? Dobj fel egy érmét, amelyiket gondolod. Nekem jó a New York igazából. New York? New akkor York. Kezdjünk a legelső, tehát a legelső sztori szerinti mappon, a Monolith Gardens-en. Azt mondja, cautious. Operator level 3 plusz, low level Archeons, Parasite Mutation Risk 50% és plusz 50% Objective XP. Tehát több XP-t kapunk. Na lássuk, most egy kicsit óvatosabban. Dagar Bálint. Meg most már láttátok majdnem az összes szerintem ilyen mission típust. Aha. Cautious. Én még olyat nem láttam, ahol ilyen pont van, és ilyen kis kábeleket kell leszedni. Azzal mented az operátort. Ó. Oh. Tehát azt a négy kábel egy pontba, és a pontokat szét kell ülni, amik mennek, és egy ember meg cibálja ki belőle a, uh-huh. az operátort. az akkor van, ha elvesztesz egy operátort. De jó, nest ranking az utcsó. Gyors leszek, csak már láttam, hogy tegnap is kérdeztétek, hogy minden rendben van-e a kutyával, mert nem nagyon szerepelt mostanában. Persze, de hát azóta nem szerepel a kutya streamekben, mióta itthon van a feleségem a gyerekkel, tehát nyilván nem fogom ide bezárni a kutyát a streamer szobába. Jogos. Az már elég régóta nincsen kutya content. De minden oké, persze, srácok. Bocs, mehet. Semmi baj. Az utolsó az a... Szia, Adrián, az a szenzor cuccos volt, az első az activate-es lesz, akkor megint keressük meg szerintem előre mind a hármat. Szépen tisztogassunk. Legalább megérezzük az elején, hogy mi van. Annak nem örülök, hogy a közepén bombavédés lesz a nehezített fokozaton. Jó lesz az. React. Nagyon szeretik a reakció videókat ezek a Ubisoftosok. Mindenre rá van írva, hogy React. Igen. De hát amúgy ezzel volt is valami, nem? Hogy ezt levédette a React csatorna, ezt a szót, vagy valami. Ez hát volt nem, valami nem védette le. Csak akarták. De valami ilyen volt, esküszöm, volt akarták, valami. Akarták, azt tudom. Na, srácok, óvatosan. Bocsánat, igen. Ez nehezebb. Szenzor aktivációs küldetés, mint az előbb. Aha. Na, átolt cég megtaláljuk szépen. Ha ütök a falba egy lyukat, az... Power and strength.
alerteli a zenemit? Hát attól függ szerintem milyen közel van. Oké. Okay. Halló? Most már lehetnek nehezek. A Facebook értesítés mutatja. Ez azt jelenti, hogy hangot hallottunk arról. Igen, slime van, slime. Hú, igen, jó. Tegyétek le, hangtompítósra ez az. Így ez még van. Oké, megy rátok, Cserbesz, basszus, na mindegy. Ott van. Igen, csendben kellett volna kiszedni a neszteket, de mindegy, jó van az. Azt hittem, hogy a Silencerrel jók vagyunk. Jók vagyunk. Csak úgy eltűnt volna az összes fekete cucmuc. Ja. Bocsi Pistit, genyókat szedek én még. Szedjél, csak nyugodtan genyókat, az bírom. Megint egy Jeremy Pisti leköpött. Valakinek riadója volt. Nekem, itt mögötted. Nem biztos. Leszeded róla már genyó? Várjál. Vigyázz, meg húszik a földön a mutáns. Na, a B megvan. Basz meg megint! Valami sipolás van. Átbelőttem, szép Pisti. Igen, ez a többfele megyünk, ez nem jó. Valami basz engem amúgy. Itt vagyok, Nessai. Mindig itt vannak a földön, Pisti, jönnek utánam a genyók. Igen, lövöm. Kevés lőszer van ebbe az SMG-be. Lőszert láttok, szóljátok. Oké. Okay. Volt egy a földön, csak nem emlékszem, hogy hol. Bassza meg a kurva élet. Itt van valami a földön, bár ez reakt szerintem. Nincs sok életem, már most bassz meg. Ha nagy gázam, Pisti, szóljál és elnyomom. Jó. Nekem is szóljatok, mert én meg dok vagyok. Hát akkor nyomj magadba. Vagy ne szájba. Már egyet nyomtam. Akkor nyom belénk is, és akkor ez fixen bennünk lesz, nem? Csak csökken nem, az idő. Ja, akkor bocsi. És ezek a mutánsok, hogy rajta vannak ezek a bogáncsok? Valószínűleg igen. Itt van egy, nézze, egy C. Az a T? Akkor mindig nincs meg az A. Igen, csak így bújt a izé mögött a riadóztató, geci. Genyó a plafonon. Pisti? Ha? Valami nálad jelezte, hogy gond van. Igen, itt vannak a genyók a földön. Új! Lespóráztak. Semmi gond? Köszi. Köszi szépen. Nagyon kéne ammó. Hol lehet az A? Itt reaktekt van. Hogy? Reaktekt van nálam. Az gránát. Itt na, van itt heal. Ezt elveszem én, jó, mert nekem van a legkevesebb. Megvan az ammó. Megvan zsír. Hol a faszomban van az A? Itt van még reakták. Itt elmentünk mellett. A pittyogást hallanom kellene, érted? Pipi. Be van pipi. Azt hiszem megvan. Oké, okay, mentek a BSC-hez. Pillanat. Megyek. Tudjátok majd, hogyha ott vagytok. Mutatja a térkép. Jaja. Oké, én a C-nél vagyok, mehet. Szerintem. Másodperc. Sorrendet nem ronthatjuk el, különben fail the mission. Oké, A megvan. B. Nálam van a B, nálam, ugye? Nálad. Megvan. I. Ah, nagyon szép. Nagyon szép. Nessai, nálad lesz az exit majd valahol. Ja, itt van. Na, zsír, sikerült. Jó. Hát, igen, az első körben már most gyakorlatilag így mindenki sérült. Valamennyire. Úgyhogy már érezhetően egy kicsit karcosabb a cucc. Én a következőre vagyok csak kíváncsi, hogy azt éljük túl, bazd meg a wavebase cuccot. Nessa, ezt a medkitet szerintem nyugodtan felváltam. Azaz. Itt van ammó, ha valakinek kell. Veszek egyet. Én már egyet. Jó. És requesteltek az ajtót. Big fuck, köszi szépen. Köszi a Ladány még egyszer. Köszi Bali a rédet, szevasztok. Nagyon jó a játék, Adri, nekem nagyon tetszik. Én az Out of Break-et is szerettem nagyon. Na kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lesz beteg. Köszönöm. Szabotás. Defend Explosive Charges. Tudjátok, ez a...
Ajaj. Bocsi. Ja jó, csak azt hittem, hogy alertált vagy valami hasonló. Nem, csak szétlőttem egy robbanós, és pont megláttam mögötte azt a szart, hogy szét lehet lőni. Ott van még egy. Ez az. Tehát azért jó ezt lekéselni, mert akkor eltűnik a trutyi. És kapsz stealth XP-t is, nem csak killt. Tök jó. Úgy. És így a pofádba ömlik a genyó. A bogáncs. A bogáncs. Reloading, cover me! Ott van, ott van! Azt nem kellett volna? Ezeket is lehet felfelni amúgy. Ó. Semmi gond. Akkor... Vigyázz! Az itt mine! Vannak aknák a földön. Ja, értem, hogy mit mondtál, Pisti. Az, hogy most ezt védeni kell majd. Tudod, melyik ez a küldetés? Ja, megvan. Igen, csak tudod, itt most megint az a baj, hogy a másik szájt rohadt messze van. Hát akkor... Ja, látom, aha. Úgy kell, bezárni magam. Valahogy, igen, mindent zárjunk be, mindent zárjatok be, amit csak lehet. És akkor, mert csak másfél percig kell védenünk, csak az a baj, itt van egy második szint is, és valahogy kéne egy olyan hely, ahonnan mind a kettőt tudjuk védeni. Mert ugye az a baj, nem csak az a lényeg, hogy... melyik a könnyebben védhető, és akkor ott hagyni egy ember, és a másikra kettőt. Hát... Az... Hát ez egy... Hát... Ja, itt meg egy nagy open cucc van. Az a baj, itt tényleg egy nagy open cucc van, és itt jöhetnek, mint a szar annyian. Ezt nem tudjuk behúzni. Ezeket elkezdtem behúzni. De és az... Fú, várjál, ne szállj. Mert ugye itt nyitva van. Ja, vagy... Aha, nem értem, mit mondasz. Hát nem ezt a falat itt végig. Aha. Mert ezt itt be tudjuk húzni. Igen, akkor itt erre rá tudunk látni két oldalról, hogy kisebbzi. És itt a másik. Hát figyú. Nincs egy... nem tudjátok ezt a falat kiszedni? Az a baj, hogy már itt húzva van a belső rész, nézd, ez itt. Ez. Ja, oké. Akkor ezt is behúzom, jó? Már amennyire tudom. Ja. Én ezt itt befejezem. Inni. És akkor innen... Jó, hát akkor szerintem minden középről fogjuk tudni védeni. Hát ja. Hogy így ránézünk. Én itt hátul, hogyha így jönnek meg, jó, a lépcső. Én meg itt. Jó, és akkor én meg leszek középen, és akkor majd mondjátok, hogy hova menjek. Jó. Jó, én felrakom itt nálam. Jó, akkor én meg itt felrakom itt, és akkor így te meg fentről felezed valahogy. Jó. Másfél perc. Veszek fel, hogy jönnek. Egyből ide spawnolt egy robbanó az arcomba. Robbanókra nagyon figyelj. Az meg nem jó. És a melleted. Hát tudom, csak töltöttem, egyből ide spawnoltak. Új, ezek bebreach-eltek itt. Látom. Egy ja, perc. Valakinek le kéne ütni a genyókat róla. Ja, itt vagyok. Mi a... Ezt most robbantak fel, rajtad a genyók. Ja, aha. Hon vagy? Fordulj ide. Mindegy. Veszállj azt tetsz, hogy a hátad... Ott van egy olyan. Nem láttam, Pisti, mert be voltam még mindig füstölve. Az egyik underötek. A lesz. A füst. Csak a füst. Semmi baj. Hát inkább megyek le, ez nem jó itt. Nem látsz rá jól? Nem. Jó. Ott van melletted, új. Tudom. Szar ez az SMG. Melyik? Hát a secondary a Sledge. Na szar! Hatodik szinten nyílik meg Sledge-nek a primary AR-je, tudod? Na. És az fasza. Mögötted, Pisti. Látom. De mivel robbantják ezt így be? Itt volt egy bén, és lehet, hogy rád ment, Pisti. Oké, nézem. Pisti van rajtad, egy genyó. Annyi baj legyen. Egy megvan. Köszi. Meg lett? Tök jó. Meg lett. Jó, egész jól bevédtük. Itt az exit. De még van egy nice. Kors. Ez jó volt. Igen. Nem arra kell menni, Nessai. Ja, bocsánat. Még van egy kör, igen. Nem tudom, arra kell levedni. Figyelni. Nincs gond, szerintem. Arra kell figyelni, srácok, hogyha van valahol ability upgrade, azt hagyjátok rám, mert akkor megint lesz healem. Köszi, Argon, mert nekem elfogy. Hopp, az Pisti. Jó, azt hittem egy kicsit távolabb érzékel. Rácsúszott.
Itt volt egy enemy a sarokban. De még mindig ott van? Oké. Ammo. Vigyett, Pista. Hát, jó. Ability-t van, de az nem az nagyon durvas lesz, én nem tudom, hogy észrevettétek-e, de nincs maximum, maximum ammo. Ja, szerintem van valami hányás rajta. Volt valami hányás rajta, Gyi? Most már nincs. Getting ammo. Gyi, ezt ment azért fel. Oké. Okay. Ó, köszi, ezt nem mert láttam. Mert hogy nincsen max, max ammo. Nálam 1300 töltény van. Jézusom. Tehát így szinte a végtelenség tudod rátolni. A reacteket? Nekem nem kell, mert én itt legyen. Igen, abból is lehet már, tehát a reactekből is, tehát most már 6 smoke van nálam, nem 3. Ja. Az első nap 300 fagyott a Game Pass-ból, utána meg 3000 vagy 4500 attól függ, hogy kellett, ugye, melyik verziót akarod. Ja, az jó. Nem, itt most nem szabad lőni, csak milizni. Csak a muszáj. Igen, egyelőre, de az F-el... hogy viszket az ujjad. De az F-el milizzetek, please. Nem a V-vel? Ezeket a V-vel kell, nem? F-el? Már hogy a nestekre gondolok. Hát a jelölni az F-el kell. Most jelölnünk kell őket, tudod. Hát ez azt a... hittem azt is a V-vel kell. Nem, az én is azt hittem. De várj, nem, de! Ja, igen, F-el kell bentelni. Szép, szép. Akna, ott. Nálam nagyon vannak. Itt egy sower. Ja, tényleg elfáltam. Szép, gyönyörű Pisti. Beterkésztem. Ott azt meg elfeled, Nesze. Aha. Csak itt még hallok lábhangokat. Igen, mert az a baj, hogy ezt a köcsököt pont úgy szemben. Pont szemből nem tudod lőni azokat. Riadóztak. Ezt mondom mögöttük. Nem, de jóval erősebbek van, mint a sima fokozaton. A kurva életben nem látok semmit. De amúgy meglett a mission. Akkor húzzunk. Látod, hogy így közben úgy le Lone Ranger össze az egészet. Emelet? Emelet ne száj, emeletről jön? Jó. Nem látok. Gyere el onnan. Amennyire tudsz. Nehéz úgy, hogy nem látok, most már látok. Nesze, itt el tudsz jönni nálam, ha lejössz a lépcsőn. Fogalmam sincs hol a... Ja, látom. Várj egy picit, leverem Roland. Köszi, verjed, csimpi fog. Jó. Akkor itt... elvileg meg vagy... Bassza meg! Föntöm. Igen, itt már le tudunk menni. Igen, látom. Megyünk. Köszi Ice Spy, köszi Ergon, köszi Tomi még egyszer. Bassza meg! Hűha, nem fognak örülni nekem a fiúk. Hát figyeljetek, ha tudtok nagyon gyorsan peckelni. Meg a szana szét pöckölünk. Én meg szana szét lőlek. Köszönöm. Na, de sikerült. Hát srácok, azért nincsenek jó állapotban az operátorok. Én de jól sérültem szerencsére. Igen, valahogy nekem ez nem jön át, hogy így az legyen a küldetés, hogy kijöjjek 100 HP-val. Tehát sikerült a misszió, hát szarok rá hány HP-val jöttem ki, hát megcsináltam a missziót. De persze értem, hogy miért nem működik ez ennél a játéknál, csak így hát nem tud felizgatni a motiváció, az... hogy... Hát szerintem azért, mert még az elején vagyunk, mert ugye az van, hogy amikor kidobja tudod a három missiont, érted? Hogy kidobja, hogy mi lesz az incursion-en belül, melyik három feladat. Ja. És ott tehát úgy adja a mission a nehéz fokozatokon már, tudod, hogy tudod, hogy mit kell csinálni, és tudod, hogy kellene sledge. Vagy kéne egy fok, érted? És így nem tudod vinni. Mert az a baj, hogyha lesérül, tudod nagyon, akkor nem is tudod elvinni. Neked volt olyan az injured, nem? Aha, persze. Na. Nekem csak olyan van. Ja, igen? Ahogy én kijövök a missziókra. Megkaptam a finka LMG-t. Na, az nekem is kell, az kurva jó. Nőtt Doknak a movement speedje. Meg az, hogy mennyi HP-val revival-ok. Én 30 HP-val revival-ok. És megnyílt a 7-es cucc. Meg tudunk menni még nehezebb szintet, a severe-t. Nézzünk Alaszkát, vagy nehezebbet nyomjunk? Én tudom, srácok. De javítsatok ki, ha tévedek. Most nekem is lesz egy log videóm. Termite-tól.
Én úgy tudom a dokumentum szerint, hogy mutathatunk New Yorkot, San Franciscót és a legutolsót. Miért Alaszka még textúra hibás? Szerintem történik ott valami, valahogy... Ja, hogy van ott valami fontos cucc, ha? Szerintem okay, igen. Szerintem okay, van okay. Valami story cucc, azért nem mutathatjuk. Jó. De nehezebb fokozaton játszhatunk a mostaniakkal. Jó. Mehet a nehezebb. Én úgy tudom, úgy emlékszem, hogy az embargo dokumentumban az van, hogy valami miatt ezt a Milestone protokollt, ami Milestone 16-on nyílik meg, azt mutathatjuk, a New Yorkot meg a San Franciscót. Nekem nagyon tetszik, de... Nekem amúgy megnyílt Alaszka. A Milestone protokoll az a heti challenge. Igen? Aha. Na akkor ez a magyarázat hát arra, akkor nem hogy... kérdés, akkor menjen nehezebb fokozaton az, ami most van. New York okay. De a Milestone nekem az 16-os szinten nyílik meg. Aha. Ja, nekem is. Az a Milestone elvileg olyan, mint hogyha ilyen heti szezonok lennének, vagy ilyen heti kihívások, és azok ilyen egyedi rewardokat adnak, ha minden igaz. Mondjuk ez érdekesen hangzik. Akkor ezt azért lehet megmutatni, gondolom, mert nem spoileres, igen. Hanem... Csak ahhoz ugye nagyon előre kell menni szintbe. Ja. Jó volt ez az előző, nekem tetszett. Uh-huh. Most nekem megnyílt egy olyan techfa, amivel már tudok hozni a moboxot. Nice. Például. Jó, akkor csináljuk meg a San Francisco Tenderloint. Jézusom, ott a végén azt láttátok, azt a reak lézert. Amit? Hát ami ott van a techfa utolsó rész. Ja, láttam, igen, az jól néz ki, igen. Erre nem megyünk, srácok, erre. Hmm. Vagy nem tudom, nektek hanyas operátoraitok vannak? Nekem a Finca 6-os a... 3-as. Az a max? Igen. Neked... Hát most Sledge pihen. 6-os. Szabadságom van. A többi 2-es, meg 1-es. Jó, akkor megyünk még egy Cautious-t. Aztán, mert megpróbáltuk egy Severe-rel, ami ha mi hát ez minimum 6-os. Hát próbáljuk meg, hát max meghalunk. Hát ott azt írja, hogy a 6-os az ajánlatszint. Ja. Szerintem nekem nem tudom, hogy van-e 6-os operátorom, nem hiszem. De meglátjuk. Köszi, Imi HD. Húvi, neked is köszi. Morpheus, nagyon szépen kösz. Aj, elrontottam a felszerelésemet. Sajnálom, Jehunter. Ez jó. Ez tetszik. Ezeket már ismerjük. Ebben már profik vagyunk. Igen, csak... igen. Az Aria védelvédős... Alaszkában nagyon hideg van, biztos ott még lefagy a játék. Köszönjük, srácok. Igen. Ez a zöld nesztes, meg az utolsó küldetés, az elég szar. Területvédős. Na mindegy. Kéne egy 6-os nekem? Neked ki a 6-osi? Finca. Akkor én nem Finkát, én akkor Lion-t hozom. Lion. Lion. Lion-t. Oké, okay, meg akkor Sledge-ezek. Oké. Okay. Ha bár mondjuk, akkor Lion le fog sérülni, bazd meg. Nem biztos, megcsinálhatjuk, hogy ne sérüljön. Így van, ez egy PvE játék, László. Bazd meg, na jó. Akkor próbáljuk úgy, hogy ne sérüljön, de ez kurva nehéz lesz. Mert az a baj, látod, most úgy van, hogy most akarunk menni egy még nehezebb fokozatot, amihez 6-os szint ajánlott. A dokom a legmagasabb szintű nekem, 5-ös, de neki csak fél HP-ja van. Most mi a fasz csinálják, érted? Őt nem tudom vinni. Mert a még nehezebben valószínűleg igen meghal. Fél HP-val. Ezeket nagyon jobban vigyázzak. Na! Az első küldetés az Oberon Nest, tehát a zöld nesztes tudsz. Locate the nest. Milyen durván néz ki ez az UFO kiállítás. Láttátok amúgy, hogy ilyen környezetben vagyunk? Tök menő. Én is azt nézem, ez tök király. UFO múzeum. Ancient Alien Ruins, oda megy most Nessai. Próbálj csembe itt... csinálni, próbálj csembe itt... csinálni. Azért van happening, Pisti, úgy menjél. Tudom, aztán ezt tettem, menj be balra. Itt? Aha, ott lesz csak... valaki. Várja. Jó, jók vagyunk? Eddig jók. Várja, nem, bassz. Hoppá! Itt vagyok veled, Nessai. Jó, szedd ki azt is. Bassza meg a kurva élet, fassza. Ezt én kurtam el. Nem vettem észre, hogy hova bújt. Riadó van. Itt vagyunk, Pisti. Van a mú meg ability.
Az egy olyan hasonlövős megon. Így nagyon durogtat a... Ajaj. Ajaj, ez mi volt? Fotó. Paparazzi. Túl gyorsan mentünk? Hát. Úristen, micsoda fonyítások. Ajaj. Vigyük innen a mód. Itt vannak srácok, az aberráns nesztek. Ja, itt vannak. Jövök. Legyünk ott mindenki. Beüssem? Beütöm. Csak ne ott, igen. Ja, ne így. Most már menjen. Oké. Okay. Bocsi. Most ki kell nyírni mindet. Bocsász. Meg jönnek enemik is. Semmi. Hogy állunk? Még öt. Ez rám ugrat, jól láttam? Nem, explozívot kapott. Ja. Gránátot. Oké. Okay. Mutatja az utcsó kettőnek a lokációját. Látom. És valaki már lő? Igen. Itt van, itt a cucc, már szívom is ki belőle. Oké. Okay. Jaj, spórák, rántass meg. Itt vagyok. Üssed, ne szájt. Üssél, bácsám. Kész. Jó, meg vagyunk. Ki hogy áll? Mert szájt, te kaptad, mi? Nem panaszkodok, tudod? Pozitívan kell hozzáállni. Detekti Dusty a kínálatok, az jó. Mert itt vannak mert a safe house-on vagyunk is, tele van vele. Ja, jó. Hé, itt volt a mó srácok, hogyha kell esetleg még nektek. Holod. Jó, Nesztály, neked kell. Itt pingelem. Vigyázzatok, ott van a izé, akna. Megyek. Itt tele van aknával a safe house, kecsi, faszom ki van. Itt van utility cucc. Mavericks! Á, köszi, boldog új évet neked is. Köszi. Nekem nagyon tetszik a mostani verziója. Samika, köszi a Prime-ot. Üdv. Ja, tudom, srácok, hogy nem tűnik igazi Siege-nek, mert nem píkelek eleget. Mostantól így vagyok. Kue, googolás. Kue. Így kell csinálni, igazi Siege-es vagy így. Mármint, hogy nem Siege, ugye, hanem... Érted, hogy miről beszélj? Megy már. Ilyen feladat. When you find it, I'll confirm the target. Locate the capture target. Mi? Ez az, amikor vissza kell csalni a izéhez? Gondolom, aha. Először helikopátert szekuráljuk. Jó lenne. Ó, bassz meg óvatosan. Szép. Ott van még egy. Szereted a nestet? Aha, még van bent. Sima. Elkapott gyalog. Nagyon jó. Az anyátokat így. Vagyok? Itt nagyon sok húsztem. Bazzik, mennyi nest van itt, te jóságos? Ezen a folyosón van négy, bazzik. Vigyázz, Pisti? Mindegy. Te is genyós vagy, Pisti. Oké, de négy nest van ezen a kurva folyosón. Jó, itt van az extraction. Megvan, akkor tudod, hogy hol a csapda? Megvan az Elite Grant. Lehet, hogy nem is kell annyira sokat várnunk. Oda megyek az izéhez, hogy aktiváljam. Várjatok! Oké. Okay. Itt van. Itt van, jön. Áthívom a falon. Gyere erre! Jön, gyerünk, futás! Meg vagy így? Nem vagy. Meg vagyok. Jó. Itt vagy. Jön már. Aktiválom. Megvan. Nice. Oh. Ez jó volt. Bizony jó. De nagyon gyorsan pörögnek ezek a dolgok. Milyen dolgok? Hát ez az objektív. Bejöttünk, kész, megyünk. Gyors, nagyon gyorsan lehet haladni benne, meg szerintem amúgy alapvetően ezek jók, ez egy jó dolog, hogyha azt nézed, hogy mondjuk mit tudom, ha meghalsz, akkor ugyanígy gyorsan vissza tudsz jönni, kimenteni magad. Mert érted, nekem nagyon tetszett az a Get the Fuck Out is, de ott például azért jó hosszúak a küldetések. Igen, de attól, na ezt akartam mondani majd a végén, hogyha beszélünk róla, hogy
Ugye sokan írták, hogy olyasmi, mint egy GTFO. De hogy ott valahogy a GTFO-ban éreztem azt, amit most így hallok. Igen, ott ez egy... Nagyon ott ez szar, egy... nagyon félelmetes, nagyon nehéz. Igen, de az egy oldalról úgymond negatívum, a másik oldalról meg pozitívum, mert nagyobb a feszültség. És sármas lett. Mondjuk azt elhiszem, hogy ez a játék több embernek fog tetszeni, mert ez így pörgősebb, meg skinesebb, meg jobban meg is, modern. Kazuálabb. Pontosan. De a GTFO meg tényleg az van, amit mondanak róla, hogy na az para, ott bazd meg, ott át kell gondolni minden lépésedet, mert megdög lesz. Meg félnem kell, hogy ne menjek 50 HP alá, mert akkor nem jöhetek legközelebb. Hoppá. Nyugi, semmi baj. Mit üvöltök? Katalizt emitter? Igen, most én is. Nem akartam megkérdezni, hogy én vagyok a hülye, hogy most nem esett le, hogy ez melyik. Most nekem se esik le. Alert lett, vagy nem tudom. Szerintem igen. Az egy cloaked enemy. Az igen. Az én voltam? Ez a területvédős lesz, srácok. Amikor a négyzetbe kell állni. Jézusom, ezeket a robbanásokat itt csináljátok? Hát őjük mondjuk a robbanósokat. Bocs, lelőttem Pisti, bocs. Igen, csak itt tiszta fekete van a minden! Ja, tudom. Mögöttetek, Pisti. Elmenekült. Bocsi. Én voltam a másik, aki lőtt. Hát reméljük, hogy nem arra lesznek a foglalós területek, az kész. Mi volt ez? Riadó. Jézusom, ez ilyen virágfejű. Azzal vigyázz, mert csak akkor tud lőni, mikor kinyitja a virágfejét. Tök menő. Hát egy klókolt enemy, itt láthatatlanban nyomja. És ő tud klókolni a virágfejét. Ez is egy ilyen modifier. Nem, van olyan dög, amelyik tudja azt. Nagyon mérges volt a rád, Nessai. Az egy illúzió volt. Ennek a bénytemre amúgy tök jó. Na jó, itt láttok még... Valahol, hogyha folyamatosan jönnek srácok, ilyen nagyon-nagyon sokan, akkor valahol... Itt volt egy, de kiszedtem. Hát... lókos. Egyszer nem baj. Igen, onnan jönnek is, szerintem arra van egy. Ott egy virágfejű. Az a baj, látod, érted? Mögöttünk robbanós! Jézusom! Igen, itt futnak minden onnan. Már mindegy. Én basztam. Klókolós, robbanós is van, mi a fene? Na, itt az első zóna. Beaktiváltátok? Aha. Mert az, hogy most aktív ugye egy nest itt valahol körülöttem, ja, még mindig. Ja, a zónát nem aktiváltam be, csak bemutattam. Csak Oké, megvan. Szóval az a baj, értitek, hogy innen kellett volna 100 HP-val kijönni, és eddig ment is. Most 38 HP-ra lement a lion, nem úgy, hogy basztatom a következő is. Pedig reméltem, hogy ki tudjuk próbálni azt a másik fokozatot. Itt próbáljuk másokra. De nekem nincsenek olyan magas operátoraim. Hát nekünk se. Ének van 6-os operátora, nekem nincs. Na megpróbáljuk ezt a zónát. Aha, próbáljuk, meg álljunk bele akkor. Megyek. Egyébként jogos, amit mondasz, meg állhatunk volna egy reggelig. Hát jó. Nekem konkrétan már nincsen lőszerem. Az meg. Meg is, érted? Down. Fedezlek. Köszi. Kösz. Csak ugye lassabban halad a zóna, hogy nem állok benne. Ja, ránok. Jön egy, vigyázz, igen. Füstöt dobtam. Csináltam nektek ilyen radart. Köszi. Ja, az fassa. Így legalább látjuk, hogy merről jönnek. Oké, megvagyunk. A robbanósokra kell rohadtul vigyázni. Ja, jönnek is. Nagyon sok robbanósom.
Megvan. Na, de ez már úgy izgis. Ez már elég izgis. Be kell menni az épület. Nem, az épület mellett. Itt kint. Igen. Na látod, itt kellett volna letakarítsuk az összes fekete szart. Takarítok. Beleálltam. Bezárom. Mögötted. Nice. Hát Isten, gyorsan megy a százalék, itt fölöttem. Bocsi, csak ki akartam lőni a feketét. Nyomok még egy lion-t, de nem tudok farmizni már. Robbanósok itt közel! Robbanós, vigyázz. Jó, szép. Klub! Csubi, megjött Csubi. Pont neki dobtam az enemynek. Igen, az a baj, hogy itt valahol valami miatt smoke van, és nem látom, hogy hova kéne lőni. Várjál, megvan! Az virág, baj, virágfejű. Az a baj a smoke-kal, hogy a bombásokat csak az utolsó pillanatban látod meg. Itt van kín az egy csúcsó. Jó. Vigyázzatok, egy robbanós jött mögöttünk valahol. Van egy cloaked a cuccban. Van az valaki valahol. Látom. Robbanós Pisti mögötte, fuss. Jó, faszom, álljunk bele. Virágos. Ajajaj, nincs valami healünk? Ott álltak benne a robbanósok, stackbe bazd meg. Na. Végre összehoztunk egy ilyet. Végre. Megnézhetjük, milyen a rescue. Fő. Szintet léptünk, ennyi. Így is kapunk XP-t, ja. Ez a végére nagyon durva lett, hogy jöttek mindenhonnan megállás nélkül. Ja, igen, mert valószínűleg itt pont úgy volt a layout, tudod, hogy tele volt körben esztekkel mindenhol. Így van. Na, de ez így izgis volt. Igen, ez a területfoglalós, ez nagyon nehéz. Egy idő után. Meg itt is érdemes lett volna kinyírni a nesteket, meg reinforce-olni. Uh-huh. Lehet, hogy ezek open area-k voltak, az utolsót lehetett volna egy kicsit jobban reinforce-olni. Aha, igen. És akkor mi a operátor? Aha. One rescue attempts remaining. Mi van, ha elfogy a rescue attempt? Meg tudod. Jól értettem itt azt, hogy kaptam XP-t, meg buktam is? Úgy van, hogy buktál is XP-t, igen. Mm-hmm. És visszakapod, hogyha visszaszerzed az operátorodat. Annyi a jó benne, hogyha most hárman megyünk egy missionre, akkor egyetlen egy operátort kell kiszabadítani, és azzal mind hármunknak megvan. Azt írja, hogy San Francisco-n buktam el az operátoromat méghozzá, ott is, hogy melyik ponton. Igen, tök tudjuk, jó. Ott kell visszaszerezni, igen. Aha. Na, mehet. Hát igen, csak kivel hozzam vissza? Én a Lion-t hozok. Oké. Okay. Köszi meg... Jégert is hozhatod, azt az is jó is volt, nem? Hát nem annyira, szerintem Finkát hozom akkor. Uh-huh. Zsomen, köszi az 57 hónapot. Nagyon szépen kösz. Bizony, lassan itt van Szegál. Köszi, Zsomen. Dark Wolfun, köszi. Megyünk, igen. Ez a gridlock nagyon jó lesz majd. A gridlock az jó tud, igen. Meg a fegyver is. Mihez vannak kötve az operátorok? Az XP szinthez, a Battle Passhez, vagy mihez? Bassza, megérted? És a harmadikra kaptuk meg a Missing in Action-t. Na. Valamikor beadja elsőre. Micsoda, mit mondasz? Hogy mitől nyílnak meg az operátorok? A Milestone-tól. Tehát Battle Pass. Igen, a Battle Pass gyakorlatilag. És hogyha az összes Mia lesz operátorban, akkor mi van? Valami történt, most megint választanunk kell. Mindegy? Hogy mi a kérdésed? Az összes operátorom Mia lett. Lehet olyan? Olyan. Nem tudom, azt nem tudtam kipróbálni. Akkor kapsz egy recruitot. Akkor lehet. Kapsz egy achievementet, hogy elérted ezt.
hogy balfasz vagy. Ott van kicsi, most már nincs. Hát ott. Akkor azt is meg kell menteni Nikotina. Kenderloy. Ez milyen nehézség, amin vagyunk, Pisti? Ez az alap, vagy? A kettes. Kettes? Jó, igen, take down target. Igen, ez az, amikor az eliteket nem szabad megölni, csak hátulról késsel, oké? Okay? Ott van az elit. Hátulról késsel. Tegeljétek be, mert akkor látjuk, merre felé néz. Betegeltem. Épp felétek néz. Nagyon akar elmozdulni. Annyit lehetne esetleg tenni, hogy dobjunk neki egy smoke-ot? Én tudok neki dobni, ha akarjátok. Akkor megpróbálod? Nyomom. Jó, oda ment? Nem. Bocsi, ment még egy, ment még egy. Jó, az jó. Megvan. Egy megvan. Nice. Igen? Ja, jövök. Gond van, Pisti, segítsünk? Hát, riadó lett, és itt az Elite Grant. Hálatok? Szerintem ő kinézett magának, ne száj. Nem, mármint, hogy az Elite, tudjátok, akit le kell szúrni, az van itt. Jaj, ja. Közben kint is volt egy kisebb ellentmondás. Én itt várok guggolva, oké? Okay? Oké. Okay. Az Elite-et rá tudod venni, hogy feléd menjen, akkor hátba szúrom, ahogy eljön mellettem. Oké. Okay. Rálátsz esetleg? Rálátsz. Azt meg mennyi kell beléd. Az nem az Elite? Ez nem. Ajaj! Ó, oh, ez érdekes volt. Ó. Oh. Az Elite a fal túloldalán van, Pisti. Á, jó, oké, akkor nem szórakozok. De dobok rá egy füstöt, jó? Várjál, nekem háttal van. Oké, okay, akkor nyomjad. Nice. Nagyon szép, és akkor még elvileg van egy. Azért ezt a Tenderloint hoztam az előbb is, mert ez világos ez a map valamennyire. Vigyázz, Pisti. Take my target down. Az Istenben van az utcsom. Nem tudom. Ja, ott még van egy izé, igen, ebbe az épületbe lesz itt szembe szerintem. Jó, Nessa, ezt kapd el. Jó, jó. Mögöttetek! Mögöttetek! Haltak. Jézus. Tessék, nyomok egy ilyet. Aksa. Itt mondtad, Nessa, itt bent. Ott van, ott van. Erre orvosan. Nem jó helyen vagyunk. Nem jó helyen vagyunk, srácok. Jaj, innen egyáltalán nem? Szerintem egyáltalán nem. Hát, ja, mert kint van az udvaron. Jó sokan szerintem vannak itt, bassza meg, amúgy így egy csomót jelzett a cuccod. Ja. Megyek oda másik irányból, Pisti. Jó, jó. Ja, hogy te is jöttem. Ide jöttem, igen, én is, de tudom most már, mire gondolsz. A Grant itt lesz szemben. Dobok neki füstöt, hogyha nagy gázom. Már egy picit, most így a jobbra néz. Tessék. Rám fordul. Megfordul. Megvan. Megvan. Szép. Húzzunk a kijárathoz. Húzzunk, bazd meg, húzzunk, hogy menjünk a harmadik pontig, bazd meg, hogy megkapjuk a... vagy ki tudjuk menteni az operátorokat, akiket elvesztettünk. És akkor persze, hogyha ki tudjuk őket menteni, akkor ők ilyen full sérülésbe jönnek vissza, tehát nulla HP-val. Józsi vagyok, köszi szépen neked is a csírt. Köszi. Ez a story mode. Igen. Ez az. Ez a mi? Jajjaj, ne szállj, gond van. Minimál. Csak nézeteltérés, semmi gond.
Az oké, csak hogyha nem szerezzük vissza az operátort, mert elhullunk operátor visszaszerzés közben, akkor nem lesz meg az operátor vadparaszt, és hogyha elfogy az okay, összes operátor, amivel visszaszerezhetném az operátorjaimat, akkor mi van? Értem. Utáltam ammót. Volt. Hát visszafelem. A következő küldetés pedig... Nincs volt az második. A harmadik, azt tudjuk, az a kimentés lesz. Az na, ez tracking, be kell jelölni a izéket. Ah, szuper, az szuper, az szuper. A harmadik, azt még nem láthatunk, ez egy kicsit nehéz. Tabban meg tudjuk nézni, hogy milyen missionok vannak. Átrum. Igen. Az utolsó lesz, mondom, az, ami egy kicsit nehezebb. Ugye ez ott van, nem ögötted. Nem tudom hozzani. Igen, mert bejöttem, hogy lelőjem mögüled. Még van egy. Ott a íz, azt ne lőd szét. Azt meg kell F-ezni. F-ezem. Egy megvan. Azt F-ezed, Nessai? Én meg ezt F-ezem. Úristen, sérülök. F-ezem. Megvan? Egyet itt hagytál. Az nagyon jó, akkor nyomjön. Négy. Akkor még egy kell. Baszus. Lövöldöző senemi. Lehet, hogy valahol benéztünk egyet, ott volt az orrunk elő. Nem biztos. Ott lesz robbanós. Nagyon sok robbanós. Megvan, itt van. Ja, oké. Okay. Itt is van. Megvan, Pisti? Igen. Mindjárt felrobbannak egységesen. Akkor meg vagyunk. Itt van a Nambó. Ja, hol van a Nambó? Nem, köszi. Hopp. Itt volt. Ja, nem erre kell menni. Bocsi, Pisti. Hanem tovább. Igen, tovább a kapuhoz. Van sledge? Akkor hát még köszi meg Glyshadónak a giftet. Nincs ez ledge, és egy ideig nem is lesz. De igen, ő pihen. Nekem meg ő kettes, szóval... No. Azt hiszem, rám ragadt valami. Igen. Köszi. Szerintem leszettem. De most már... Van. Igen. Van. Még van néhány. Rájtam is van. Leszettem. Srácok, ammó. Pisti. Hol? Leszállj? Ja, csak itt benn vannak enemi. De ammó kell? Ja nem, vigyed. Vigyed akkor így, hadd legyen. Okay. Meg van egy híjó Pisti majd. Itt meg reaktek. Az nem kell. Oké. Okay. Megyek vissza. No. Szabadítsuk ki Willit. Igen, most jön a kiszabadítás. Így van, Delphios, benne van a Game Pass-ben a játék. Benne. Meg Beauty Pass is van. És elvileg kettő havert lehet meghívni. Igen, és akkor mindenkinek a saját operátora lesz ott idézőjelben, érted? Na, és akkor lokációra van szükség, hogy hol vannak a barátaink. Amúgy azért jó, vagy azért nem baj ez az operátor kiszabadítás, mert hát ugyanúgy csinálunk egy missziót, mint amit amúgy csinálnánk. Ja. Hát, hogy ugyanaz. Jó. Ennek egy kicsit nagyobb a tétje. Ó, de játszik a játékot. Bassza, nem látok semmit. Jó. Megyek veletek fel. Ez valami... Aha. Ez egy kocsma amúgy, bázzik. Ez valami punk klub. Oké. Okay. Most itt majdnem betűnisztettem.
Ó! Nem vettem észre. Ó, ő alá tehát... Egy kisebb baj, hanem hogy a priadóztatott egy igen. Igen. Van itt valami. Ú, itt egy hatch, de jó. Ú, és ki lehet szedni a hatchet, tök jó. Igen, mondjuk már lefelé tudunk menni. Az első, amit láttuk, pont akartam mondani, hogy nem túl... nem túl vertikális a gameplay. A router még sose. Gáz van, Pisti? Egy kicsit, de nem nagy para. Most már igen. Jó. Jó, oké. Ugye ez vakitól a földön. Köszönjük rólam a genyót, Pisti. Hol vagy? Kösz. Lefettem. Jó, hát itt tudom majd kimenekülni. Azt hiszem, itt vagyunk. Itt vagyunk, azért menjél meglátod. Nézd. Ja, itt van, aha. Itt a csókunk. Megtaláltuk. Igen, ez összmunka lesz. Az a lényeg, srácok, hogy itt van mindenki operátora, oda van beragadva, nézzétek meg. Aha. Igen, látjátok, csórikám, itt van, be van fújva kurhabbal. Szóval az a lényeg, hogy egy ember oda fog állni, és elkezdi cibálni ki az embert onnan, oké? Okay? És ezeken a csápakon, amiből 6 darab csáp van, látjátok? 7 darab csáp van, így jönnek majd ilyen piros cuccok, amik tápolják ezt a fogvatartót. És a másik kettőnek azokat kell kilőni. Aha. Különben a harmadik nem tudja kihúzni. Jó. Ki akar cibálni és ki akar lőni? Majd mindegy. Így most itt velem. Én lovak szívesen. Szóval cibáljátok. Te ittnek kell csak cibálni. Jó, akkor cibálom én. Jó van. Mindegyiket ki kell lőnötök, az összes piros bogyót. Oké. Okay. Mögötted 3 van, lesz 4. Az egyik mindjárt ideje, nagyon szép. Jó, megvan. Én húzom. Húzzád, Isten. Mindjárt jönni fog. Ez az. Gyerünk, lőjétek ki mindet. Nagyon szép. Ennyi. Hát most még ki kell vinnünk úgy, hogy én csak secondary-vel tudok menni, mert... Aha, itt van a... Megtisztítottam az utat itt, Pisti, hogyha emelre megyünk. Itt. Hát itt megyünk ki, amerre te mész, igen. Még utánad. Nem lesz valami boss, vagy valami. Hát... annyira nem. Tessék, Pisti. Igen, és akkor be kell tegyük ezt a csóri operátort ide a Soliba. Ja, igen, aha. Úgy néz ki, mint a Fantastic Four-ból a dolog. Amelyik nem a láthatatlan, a nyúlós és a tüzes. The Thing. Igen, köszönöm. Magyarul akartam mondani, de rájöttem, nem tudom. Ez tök jó van. A lény, úgy van. Na, magyarul? A lény. Ott a helikopáter jön. Igen. Reakciós helikopáter. Na és akkor kimentettük az embert. Ember? Igen. Ez egy promóció? Lehet promóció is. Lehet. Zsozé mindig itt van tőled. Titokban mindig itt van mögöttünk. Kőember. Jön az elagyabugyálás, pontosan. Jó. Az a baj, Finka is kapta nagyon. Én sérültem most. Nekem ez a lején most nagyon jól ment. Jó, sikerült? Aha, nem sebződtem és 4-es lett. Great a jobb. De durva, képzeljétek el, azt a Finka képességet kaptam, hogy tudjátok, amikor down vagy, még tudsz lőni. Ja. Az kapja van, 5-ön. Igen, hogy 5 HP gyógyul, ahányat öl, és hogyha feltolja teljesen a down health-ét, akkor fel is tud éledni. Csak amiatt, hogy öldettem. Kaptam új opokat. Ja, én is 6-os lettem. Iku Jager Rúk. Most elvileg, aha igen. Most Lion ugye kikerült, most már csak injured lesz elvileg. Nekem nem, max HP-s lett a sledge-em.
Nekem 43 HP-t javultak. Ja, nem, mert jó. Nem, nekem is heal előre. Bocsánat, 97 HP-s lett. Igen. Na, figyelj, akkor hogy csináljuk? Próbáljunk meg egy nagyon nehezet? Mehet. És melyik mappon? Amelyik tetszik. Akkor én rád tudom, melyiket választom. Azt mondja, itt már a full ecosystem itt lesz, tehát több fajta szörny lesz. 100% Objective XP-t kapunk, és a Parasite Mutation Risk 75%-os lesz. Mehet. Az a parazita sárga genyó, ugye? Hát az, hogy valamilyen, tudod, ilyen mutation valami lesz. Valami mutáció van a szörnyekem. Jó, tetszik. Severe! Jó, hát figyelj, ezt most megcsináljuk, és akkor jövő héten meg a Twitch Rivals megy belőle majd. Hát, hogyha az... ennyire durván fog menni, kíváncsi vagyok, ez a CVR, ez mennyire nehéz. Na, majdnem a legnehezebb fokozat. Meglássuk, hogy lássák a srácok, hogy mennyire nehéz. Doretron, ha nehéz, köszi szépen. Imi, köszi a hármasszor giftet. Nagyon köszönjük, haver. És 7PlyTTV, köszi a fél évet. Az Elite igen. Target? Elite Target? Utána, bazd meg, és érted? És van Defend. Ajjaj, van itt minden. Meg a végén a három purhabos, tripla genyó. Medium XP bónuszon Objective Completion. Ez a Protected by an Armored Carapace. Az igen. Micsoda? Micsoda? Armor van a neszteken, oda volt írva. Ez jó. Akkor... Az jó? Bazek, hogy értitek ezt? Hát, több XP. Nekem képzeljétek, megnyílt egy új attachment slot. De nem ez eljött. Attachment slot? Nem slot. Csak ja, azt hittem. Nem tudom. De az, akkor az mit jelent, hogy lehet, hogy csak szétvágni lehet, nem lehet szétlőni? Hát gondolom. Hát ez kiderül. Ja, bocs, konfirmáltam. Severed, sen nélküle. Erves Edzi, köszönjük a subgift bombot, haver. Nagyon szépen köszi mindenki nevében. Köszi szépen. Ott a kicsim. Nyugi. Zero? Nem zero. Nála mindig mire van. De jobban nézni a fotót, mint ingéba. Oké, ne felejtjétek, ez most a legnehezebb fokozat. Jézus, amit nagyon sokan vannak. Három darab ilyen tüskést kell megölnünk, tudjátok, hogy jöjjön. Ja, aha. Ja, vagy ezen a nehézségen mennyire lesz spawn? Találunk kéne egy nesztet, ez... hogy megnézzük, hogy mi van. Itt van. A páncélos, ott volt. Semmi. Szétvágni szét lehet. Enemy. Ki kell nyírni a rútert, srácok? Szerintem... Riadózhatod. Hívta az el... Igen, de nem volt olyan nagy a range, nem volt itt közel más. Aha, igen. Csak az ó nem kikéne, az a nest. Azt. Nice. Megvannak. Jaj, Pisti. Köszi. Na, óvatosan. Ez már a szívért fokod. Nem, már egyet. Vigyázz! Itt van! Lőjétek, mert észrevett. Detektálták messzájt. Meghalt. Vigyázzatok, spórák! Valami hangok vannak Pistinél. Tudoldál. Igen, ott van. Spiker. Kaptam. Vigyázz, itt van veletünk. Jó, nagyon szép. Ha meg akarjátok nézni az armornak az elpusztítását? Rámegyek. Midivel ugyanolyan. Aha. Csak szétlőni nem lehet. Vagy lehet nagyon sok idő. Vagy lehet, hogy többet. Srácok, itt van még egy heal. Pisti vagy Nessai. Hát, ha már itt vagyok, akkor benyomom. Aha, és nehezebb is észre menni, mert nem világít. Mondjad, Pisti. Nehezebb is észre venni. Ó, basszus. Ezeket lőtt ki. Jönni fog az elit, srácok. Ja, tényleg nem lehet kilőni. Nem tudom, hol valaki lőtt Pistire. Ott van! Jézusom! Tudod már kolni? Itt van, bassz meg! Itt igen, jelöltem! Eltűnik, bassz meg! Aha. Eltűnik és előjön a genyóból! Ennek sok HP-ja legalább. Hát ez remek! Úristen! Very big? Bassz meg! Az very big volt! Hol vagy? Very big, csak rá engem ütnek.
Itt van megint felbukkant. Jó. Kapta. Meghalt? Hát, hát. Oké, várjatok. Szép. Ne szállj meg egy pillanatra, léci. Nem néznek a sniperek. Itt van egy router. Ilyen meg te is állj meg egy pillanatra, léci. Nem néznek a sniperek. Ó, köszi. Akarok ne itt egy ládát nézni. Oké, a lövősök meghaltak. Ability van itt. Hát, akkor az nektek újra töltődős, ugye? Igen, nekünk újra töltődős, aha. Jó, csak én vagyok a doktorod, és akkor én felveszem, mert nekem de nem. De vigyed nyugodtan, Pisti. Igen, mert akkor ja, így lesz. Ja, nekem nem, de neked fontosabb, vigyen. Ja, mert te alibi vagy? Ja, de nekem van most három dikolyom. Igen, értem. Most farmolunk, vagy mi történik? Csak nézzük, hogy van-e itt valami láda. Legalábbis én. Ja. Ilyen utánpótlás láda, tudod? Mert megyünk az ajtóhoz amúgy. Ja, amúgy kéne, igen, nekem. Igen, ami ez ideán néz előttem én is, mert nincs túl sok, de megyünk az ajtóhoz. Igen, mert most itt kettő medkit volt. Az meg, Pisti. Miért? Én vagyok, mi az? Én jó. Basz meg, a tiédedem van. Oké, okay, megvan. Kösz. Megyek. Itt van medkit. Szia, vadapa. Meg reaktek. A medkitet vigyelt, Pisti. Vigyel, szerintem, Pisti. Jó. Vittem. A reakteket azt felvehetetek, hogy legyen több füstötök, vagy ilyesmi. Jó. 6 füstöm van most már. Na, mindent szétfüstölünk. Jó. Most jön a szabotás, bazd meg, a két terület. Ó, oh, bazd meg, na ott, amikor reinforce-olni kell, meg minden. Az jó lesz, mókás. Amó nélkül is meg szerintem nagyon, meg mennyire durva, hogy még alapszinten is sokan voltak. Hát csak mondjuk, mivel megismered a mapokat, és már tudod, hogy mit kell védeni, akkor nyilván utána könnyebb lesz. Ezt itt bezárt. Ja, nem, akkor. Az mi az Isten, srácok? Nem tudom, de nagyon nagy és alertál. Nagyon mérges. Ez törvad ki! Jézusom! Mi a lófasz? Komolyan! Tegelem, Smasher! Igen, közben meglett a... Azt rá kell menni szerintem, amikor letérdel, mert nem hal meg. Igen, és nem a hátán van a Smashernek a gyenge pontja? Nem De, ott van. Halt, jó, halt. Elfogyott az ammó közben. Van egy nuni a hátán. Nekem is elfogyott az ammom, úgyhogy szelt az ennyi. Jó, okay, még srácok, kis pisztolyom van. Nekem is van kis pisztolyom. Itt ammó, srácok. Hol? Akkor vegyétek. Köszi. És itt az a durva, hogy itt a tudsz. Aha. Na akkor viszont kezdjük el befalazni őket. Igen, csak minden tiszta gettóba az meg, mert valahol itt... Pisti. Mondja. Jós vagyok. Én magam mögött hallok dolgokat. Az is valami új volt! Mi volt az? Nem tudom, de valami virágfejű jött az a lesz a faszból. Ki bejössz ide hozzánk? Pillanat, csak itt vannak ilyen trutyik. Aha. És leszedem őket még gyorsan. Az a baj, képzeljétek el, az egész véderi való cucc tele van fekete genyóval. Jövök. Hát nem fogunk futkosni. Oké, itt behúzom a falat erről az oldalról. Az egész tele van törhető falakkal, az baj. Igen, csak a trutyitól nem látod, hogy melyik az. Igen, ez itt konkrétan itt minden az. Itt valaki tud ide jönni húzni. Á, hogyha a trutyit leszedjük, csak akkor látszódik. Igen. Mert akkor, és itt a két side között nincs áttörhető? Nincs. Hát nem, de a másik side végén is van. Na másik side-ot reinforce-olom én. Hát itt átlátunk a két side között, srácok. Így itt ezzel. Még lerakom a baiteket majd. Az jó ötlet, a bait, ez nagyon jó ötlet. Sledge-ünk nincs, ugye nincs? Nincs. Rakok egyet ide. Rakok egyet a másik side-hoz. Tudom, hogy nincs lőszerem, de... És itt jobban átlás. Jó, hát valaki itt lesz, valaki ott lesz. Csak így lyukas maradt a fal egy ponton. Ja, nem itt is. Igen? Na jó.
Akkor hogy legyünk elosztva? Valaki jár egy középen, én itt jó leszek. Jó, hát jó, vagy így? Maradok. Középen? Aha. Jó, akkor teszem. Én is. Menj egy kicsit odébb, jó? Mert így jó. Állok a kettő között. Szerintem itt egész jól befogtuk amúgy, Reszáj. Ez jobban vézve van ez a rész. Csak ha jön egy ilyen nagy genyó, azt is áttöri. Ebben igazán... Ó, itt a Smasher! Akkor menj segítsének itt. Füstölök, füstölök. Menj mögé, most így. Hát... Ez a dubli. Szép. Nagyon szép. Gyönyörű. Viszont most nézd azt a izét így, mert ott kitörtem falat balra. Igen? Én azt nézem azt a falat így, de nem itt törik, törik, ne szállj! Látom. Ne törték. Ezt vissza tudod húzni? Hát ez leg. Várjál, lefüstöltem. Bejött így valaki. Igen, virágfejű. Behúztam. Szép Pisti. Jó. Visszatermeli ez a szar torony ezt a packot. Így neked is be kéne próbálni húzni a... Ja nem, majd akkor én behúzom, lőjed az... Én már nem tudok húzni sajna. Ja, hogy a barikád. Ezt tudod, ez végtelen barikád. Virágfejű. Még bírja, 27 másodperc, nagyon törik itt nálam. De bírja a védelem, itt nálatok mi újság? Smasher! Smasher! Jövök. Próbálok mögé. Valahogy mögé. Mögötte vagyok. Rám jön! Pisti, kapja. Pisti! Azaz. Szép. Kapta. Itt mi újság? Itt még nem tört be. Egy szek. Oké, ez meg lesz. Nice! Hú, bassz, ez is durva volt. Két smasher jött, bassz, aki híre. Ja. Ja, de király volt. Most már csak ki kell jutni. Ez azért már jóval nehezebb volt, mint az előzőek. Jöttök? Aha, ja, amarra kell, bocsi. Igen, most nem a helikopáterhez megyünk. Ja, nem, hanem rossz irányba indultam el teljesen. Látod, hogy ez is klókos volt messze? Aha. Kurva anyját. Ó, basszus. Virágfejű. Itt van lent. Mi a fasz? Ott egy heal, Pisti. Megvan. Smasher! Tudjátok lőni a hátát? Most. Valami furaságot csinált. Megfordult, igen. Most kire megy? Rám! Nice. Kapta. Hogy gyorsan menjünk le a lépcsőn. Igen, gyere így. Oké. Okay. Menjünk a safe zone felé. Lehet, hogy még ott is lesznek. Ja. Vannak! Szia Viktor, köszi, hogy itt voltál. Még egy! Hú, bazzeg! Virágfejű! Virágfejű! Még egy láthatatlan! Kapta? Szép. Az igen. Neszáj, vegyed! Neszáj, HP-t vigyed! Azaz! Vigyem. Köszi! 28 ammo. Köszi szépen, Roland! Köszi neked is! Köszi megsőt az egy évet! Titi a meccshez! Én a fejből virág fejleti, az délelőtt még az volt? Délelőtt még a fejból! Most is csak hiányta a hívja virág fejnek! Ő ilyen PC-t! Én is úgy hívtam! Na figyelj! Emlékeztek a Purhabra? Emlékszünk. Ez a Purhabos. Amot láttok, sikítsatok, bár gondolom nektek is ugyanúgy kell. Á, van nekem egy csomó. Nekem most kevés van. Nekem semennyi is. Gond van. Futok, ne szállj. Nem kell jönni, csak mondom, hogy gond van. Ja, jó. Vagyok. Csak tudnak rólam. Mi a fene volt az? Itt valaki? Oké, csak egy enemy. Igen, de lement, ne szállj, a föld alá valaki ott. Igen? Igen, ezek ilyen föld alá menő enemy. Olyan, mint az elit, csak annak a nem elitje. Wow, hát ez nagyon menő. Megöltem. Ugye, mögöttünk annyian jönnek, Pisti, hogy ez teljes riadó. Igen, tudom, csak próbálom az összes, hát a izéket kiszedni, a nesteket, ahogy megyünk. Mert Jézusom! Mert mögöttünk, ez invázió van. A pisztolyba hagyjatok lőszert, mert hogyha megfogjuk ezeket a kis pöcköket, srácok, akkor csak pisztolyjal tudunk menni. Oké. Okay.
Ja, mondjuk ezek úgyis visszateremnek, szóval kár őket lőni, igaz? Melyikeket? Hát ezeket az armored nesteket. Nem teremnek vissza, csak ott szerintem azon a helyen. Na van, Pisti? Nem csak azon az egy részen jönnek vissza. Leütöd rólam? Aha. Ugye ez, mert ez még él, itt van szerintem mögöttünk. Baszd meg, és pofán kört valami. Itt van még mögötte, Pisti. Hát. Tormentor, az a neve. Azt, igen, igen, és Elite Tormentor volt ugye, aki ellen mentünk, igen. Nagyon kevés lősz. Hú, ismeritek ezt a részt? Ha még visszajöttek egy picit? Ez is... Itt most nincs idő visszamenni, mert itt... A Tormentor bassza az anyját. Igen, ez... Igen, ez valami... Ez az rész. Outback pálya. Garázs része, aha. Igen. Ismerős volt. Tormentor? Tormentor? Megint Tormentor, aha. Szedjétek a nesteket, bazdek, késsel, mert arra riadóztatva vannak, végtelen spawnjuk lesz. Te csak kurva nagy az egész garázs, bazdek. Igen, tudom, de mondod csak, hogy... Tehát, hogy meg kéne rásolni a izéket. Rám jön a Tormentor, srácok. Secondary ammón van. Nekem már azt nagyon van. Kéne hozni a cuccot, aztán visszamenni. Az a baj, hogy... Szép. Az a baj, srácok, Él még egy Tormentor. Vagy lehet, hogy visszaterem... Itt vagyok a cuccnál, srácok. Én is itt vagyok. Lehet, hogy igazad vagy, és mindegyik visszatok. Azt mondtad, hogy visszateremnek, ahogy felvesszük ezeket a cuccokat. Én azt hittem, nem hogy tudom, ide gyere a cuccért, aztán okay. Húzzunk vissza, meg kurva sokan futok, vannak. Futok, bocsi. Én azt hittem, hogy csak az adott területen, ahol van az Jézusom. A szart. Itt a Tormentor rajtam, srácok. Meghaltam. Az nem jó. Hol vagy, Pisti? Mögöttem. Ja, látom. Nyomom a izét, boostot. Hát nem tudok vissza, nem tudom elnyomni a boostot. Három HP-n van. Hogy lehet eldobni? Vissza kéne futni az objektívhez. Nem tudom elnyomni a boostot, Pisti. Már mindegy. Leszállj, én a... Na mindegy. Tudom, nem volt ez. Próbálok segíteni. Nem láttalak, hogy kiéleljelek. Jézusom, Tormentor. Csak az a baj, hogy 11 golyó van a pisztolyomba, és a main weaponömbe kifogyott a lőszer. Tudsz jönni, Pisti? Oké, okay, látom. Tudok. Jó lesz, jó, ez most már meg lesz. Valamennyire, vagy nem tudom mennyire. Tormentor! Látom. Most már kifogytam az összes fegyveremből, srácok. Meg lesz, Pisti. Hagyján, de föllökött és elejtettem ezt az utcát. Itt még van egy Tormentor. Ja, VF-fel el lehet dobni. Oké. Okay. Ja, valami rám robbant. Igen. Hol van a 25 méter? Jézusom. Nem tudok lőni, srácok. Tessék, nyomtam egy boostot. Nyomtam lőnek boostot. Lőnek rám. De most hova lett a izért? Én elhagytam a... Há, ez over. Nincs nálam a cucc. És hol van? Hát ott jelzi, ahol... Ott írja. Visszament? Ja igen, mert megsemmisült. Ha lehet, hogy én is elhagytam. Rám robbant valami. Igen, nem tudom lőni. Négy HP-n van, tehát... Én egyet beleraktam. Egyet beraktál, akkor nálam sincs itt. Áj, basszus kulcs. Az a baj, hogy végtelen spawnjuk van ugye a nesteknek, és a nesztek is kispawnolnak. Nem tudjuk megcsinálni. Nekünk vissza kell mennünk az elejére, és a Tormentorok itt vannak. Jézusom, a Tormentor megszexelt. Ja, engem is. Itt lövik amúgy a device-ot, meg minden. Tudsz hírt belém nyomni, Pisti? Hát, várjál. Igen. Oké. Okay. Neszed, downed vagy? Én meghaltam. Ó, faszom. Az a baj, nekem nincsen utat lövök. Nem tudok lőni sehogy. Ja, azért nem értettem, hogy miért maradtunk ott lőni az énél. Akkor felvettük. Mert down lettem. Na jó, de hát utána is ott maradtatok, hogy nem felszorodtunk. Ja nem, én csak hívni akartam. Ne, utolsó pillanat. Adsz, úristen, mi van itt? Már beszpónoltak. Szóval... Nem baj, hát egész jött a harmadikig vittük elsőre a hármas nehézségi szinten. Well, csak azért maradtunk ott egy 15 másodpercet, mert híleltem itt, meg téged is akartalak, csak már akkor elmondja. Ja, hát nekem nem tűnt fel, hogy elhagytátok a izét. Hát úgy van, hogy amikor a Tormentor így fellök, vagy mi a geci, akkor elejted. Ha, ezt nem tudtam. Ja, meg szerintem lövik az enemik magát ezt a cuccot is, hogy fölrobbantsák. Melyiket? Töltetet. Aztán töltetett, ja, mert azt lőtték, amikor visszamentünk. Aha. A földön? Aha, az lehet, igen.
Az simán lehet. Melyik R6? Igen, melyik R6-ot nyomnád? Igen, ez a nehéz fokozat, ez ilyen. Ez jó, de mondjuk nem is lenne sok értelme, hogyha így a 3 óra alatt már 4-ből a 3. fokozaton játszaná. Igen, ez nagyon nehéz már itt, igen. Most nekem itt mutatja is, hogy mennyit vett el. Hát mivel én ezzel az operátorral játszottam a legtöbbet, 3 szintet vagy 4-et elvett. Igen, nekem is. Az a baj, hogy a Milestone-ból veszel. Ja. Ami és akkor... az overall progression. Amivel bukod a felszereléseket. Igen, meg minden szart buksz vele, igen. Nekem is az van most, hogy várjál, hogy van? A Milestone-om a progression-be. Ne, igen, itt a progression-et látod a piros csík, hogy mennyi. Ha valaki MIA lesz, akkor őt mission-be meg kell menteni, Rizsi. Tehát ilyen iszonyatosan nagy. Na jó, van. Ez veszélyes dolog ez a visszafele progresszió amúgy, de bátor döntés, hogy így építették fel. Próbáljunk meg még egy kimentést? Csináltunk egyet. Kötelező ugyanazon a nehézségen a kimentés? Nem. Hát akkor... Nem. Jó. NB, köszi az 5 hónapot, és Bugsy, köszi neked a Prime. Igen, elvesztettem, igen, a Roxana a 8. szintemet, azt elvesztettem. Megmondom őszintén, nekem tetszik, hogy van ez a visszafele progression. Aha. Nekem is. Mert te old school MMO-s vagy így azért. Nem, hát ez az értelme annak, hogy miért kell vigyázni a HP-ra. Na, ott van második. Most a másodikra. Micsoda? Másodiknál vannak küldetések. Igen. Az első meg egy rescue asset, az gyorsan megvan amúgy. Amúgy, Pisti, úgy van, hogy először látjuk, hogy mik a küldik, és utána tudunk pikkálni. Igen, ez azért jó, ezt mondtam okay. Nessai-nak, hogy ugye, mikor látod az izét, tudod a feladatot, és pont az operátorod mondjuk nem tud jönni, amelyik kéne, az rossz. Kipróbálom most ezt az IQ-t. Nem tudok skinezni in-game, nem jó ez a játék. Siege-be se lehet. De Siege-be lehet skinezni in-game. Fegyvert. In-game-en kívül? Jó, fegyvert! Uniformat nem tudsz váltani. Ja. Akkor hozzam Lion-t. Ja, amúgy azt mutatja, hogy nem tudom, mik azok, ha nyomtok egy space-t, akkor kírja, hogy ilyen csíkok vannak a gadgetjeitek alatt, ami nem tudom, mit jelent. Köszi szeptos különin, Haxibsu. Nagyon szépen kösz. Nekem nagyon tetszik, Sir Hedge. Megmondom őszintén, majd ezután a meccs után inkább. Jó, most nem mondd meg őszintén, most még hazudjál. Itt voltunk, itt hagytuk el a cuccokat. Igen, tudom, tehát ugyanoda kellett jöjjünk, tudod, hogy ki tudjuk mondani az embert. Csak hogy most más a spawn. Megett a fölmentő sereg. Más. A spawn se ugyanaz. Ja, csak jó. Csak itt a garázsokon át kell most menni. Rás. Ja nem, ez nem az a jel. Itt már rögtön jelzi. Nekem, legalábbis nem tudom, nektek jelzi ilyen. Ott van, jelzi itt az eszet. Csak vigyázni kell, hogy ne nagyon riasztatok hirtelen, mert megtámadják. Az bocsánat, én voltam a hülye. Semmi. Hozzam én? Hihetem, ha gondolod. Ja, várjál. Itt van, csak akkor csak, tudod, az van, hogy itt van, tessék. Csak akkor csak secondary-vel tudsz menni. Jó van, nem baj ez. Kopterhez kell visszavigyen? Aha. Be kell tenni az ágyba. Jani kopter. Ó, igen, az beteg volt az a TikTok. Főleg, amit Zero Ice csinált. Nagyon köhög. Húrhabos lett. Húrhabos lett az a gond. Ne, igen, csak allergiás a fekete genyóra. Bele kell tenni, nehogy kérj extraction-t. Nem kértem. De kértél? Az első hónap akkor az 300 forint. De mit? Akkor a következő 3000 vagy 4000, attól függ, hogy melyik Game Pass-t veszitek, srácok. Mert már kiirtottuk őket. A Peter Copterhez, így van. Messzáj. Már nagyon vártam a közös streamet veled, azért, mert
szerettem volna elmondani neked az új szót, vagy szlenget, amit tanultam a fiataloktól. Tesomsz. Hát az á. Le vagyok maradva? Persze. Bocs, akkor azt hittem, hogy de nem, tudok. De örülök, hogy eljutott hozzád is. Nem olyan rég mondták nekem is. Ja, jó. Én sem régóta ismerem. De ez micsoda? Tesomsz. Az a... Megfizdjétek el. Ezt már beszéltük közös streambe is a Tesomszot, ne? Én nem emlékszem. Nem. Tesomsz az a Brothers megfelelője. Csak ugye nekünk ez ide haza sokkal menőbb. Nekem magyar... már Insta posztom is van Tesomsz szöveggel. Tesó, mint tesó, és az S az olyan, mintha magyarra angol többes szám lenne? Igen. Geci. Ez ki se ilyet? Hát a fiatalok. Ez menő, azok, Pisti. Azok, akik menők. Ja, menők. Tehát nem mi. Igen. Tesomsz, érted? És Pisti, a fiatalok még emojikat sem használnak. Mit csináltok, a csisztok? Vagy... Csak mondom. Emojikat sem használnak? Ha emojit használsz, akkor gáz vagy. Mert miért? Hát nem nagyon gáz, nem szabad emojit használni. Beszéltek rólam a genyó? De ilyen tényleg van? Aha, tényleg. Durva, mi? Nem tudtam ezeket a dolgokat. Hát? De tényleg nem vágtam. Ó, de összebarátkoztál vele. Bizony. Van ott abilitás. Hoppá! Morcos! Van itt minden, ígyé, vigyétek! Na mindig, ez új nekem ez a Tesomsz. Tesomsz. Én nem tudok interagálni. Ja, mert én már requesteltem egy helikoptert, mert azt menőbbnek gondoltam. Az is van request, bármikor visszamehetünk amúgy. Állítólag az is gáz. Menjek 200 millió százalékra? Menjél, nyomjad, gyerünk, Saiyan, Super Saiyan 3. Na most, Max, ezzel nem jár egy achievement? Ezek valaki nem nyomta meg. Ne szállj, mert ő helikoptert választott. Ja, igen. Janikopter vagyok. Na most lesz a menekítés, ugye? Igen. Kirángathatjuk. Ha most előveszem az eszközömet, akkor látom? Amilyen eszközöd? Hát nem. Hát az IQ. Az IQ-val ezért látod? Az ilyen ammo pakkot, meg egyéb dolgokat. Ajaj. Az ajaj. Nekem amúgy ez az armoros... A póklét, azt merényelje már meg valaki, hát... Szemtelenkedett. Ez az armoros nest, az nekem tetszett. Mi a faszom tetszett neked abban? Hát, hogy ilyen kihívás van. Challenge? Aha. Annyira jó volt tényleg, hogy nem lehetett szétlőni. Nem, hát ezek a modifierek amúgy igen, föl tudnák rázni a dolgot, ha gyakrabban. Azt hiszem, megvan, srácok, ezek a csápok olyanok, nem? Csápokat látsz, Pisti? Aha. Ez az. Ritütü. Így nyomja. Hogy mondod így? Ritütü. Ritütü. Ratata. Na jó. Én megrángatom. Ad ide. Te fogod cibárolni? Jó, én akkor cibárolom. Én nézek. Tudnálom nézni a bal oldalai. Leköpött. Várjál, mert így telem a bogáncsal, Pisti. Gyere, ne szállj. Üridzsd le, nagyon jó, köszönöm. Rám, na, megy! Mit kell nyomni? Cibálja magától? Csak húzz, hogy nyomnak kell tartani? Igen. Ez már az? Az én oldalamon megvannak. Cibálja, ez az? Már mindjárt jönnek. Nagyon cibálom, de öleli vissza a feketeség. Az nem jó, ha öleli a feketeség. De ugye lehet pusztítani véglegesen is a csápokat, amikor így kinyílnak. Igen? Aha. Azt mondod, Nessai? Tényleg, Nessai, te nagyon jó vagy. Legjobb vid is. Na nézzed már, hogy cipeli a púrhabot, hogy viszi. Na el kell vinni a Peter Copterhez, ugye? Igen, az 27 méter, az nincs messze. Nem, az itt van konkrétan. Ez. Bele kell tenni oda, erről van szó. A jó, és megyünk a ajtóhoz.
Igen, azért az ember úgy elkezd érteni a játék alapjait, akkor ez a nehézségi szint elég hamar triviálissá válik. Igen. Hát a második az szerintem teljesen jó, az első az arra való, hogy megértsd az alapjait. A másodikon vagyunk. Igen, igen, igen. Az első az abszolút arra való, igen, hogy mondja így is, hogy megtanult, hogy milyen játékmódok vannak, meg hogy hány pálya van kb. Így az első két mappon, ahol lehet farmolni. Őszi favágó, te is. Akkor utána a harmadik nehézségi fogozat lesz igazán nehéz. A legnehezebb fokozat... Zefre, köszi szépen a elmogatásodat. Én nem kérek a szóval. Mert van amú? Nem, mert fölvettük. Ja, azt hittem, hogy van lent. Én azt hittem, amú boxot hoztam. Nekem nincs amú boxom. Nekem drónom van. Ne szállnak meg pajzs, ami nekem. Trianguláció következik. Ezt tudjátok, ez az ABC. Jaja. A pittyegést kövessétek. Itt a B. Tele van Nesztel, azokat szedem. Valami alertáció történt. Még nincs alert? Korai ömlés van, nem jó? Mennyire korai? Ám, megvan az A? Aha, az a sárga, ugye? Jó, akkor még megkedek a C-t, ugye? Ez hamar meg lesz ez az záró külön. Itt van szerintem egy A. Igen. Itt az A, az a sárga, igen, ez megvan. Az megvan. A C-t találjuk majd. Valami történt. Ne rúgtáljál, légy szíves, ne rúgtáljál, most kértem. Mi a faszom volt ez? Stimmi, de rendben? Ah, nem, meghaltam. Nem. Hát én nem számítottam. Futunk. Rám jött egy lövős, meg egy tormentor, meg egy nagy. Mindjárt meghalok, srácok. Nem. Semmi köszön. Olyan. De láttátok? Egy tormentor is volt? Torrente? Kapja. Igen. Ott meg így. Na, akkor aktiváljuk be. Bújjál, Pisti. Menj izére, menj az ára. Menj vissza az ára. Az ára? Jó, aha, jövök. Az szép. Jó, várjátok. Az A, az úgy nem lesz elég, srácok. Te meg menj a B izére. Hol a B? Én vagyok a B-n, menj jelölve. Ja, jó, oké, megyek az ára. Menj az ára, nekem közelebb volt a B. Jó. Büdös francba. Indíthatom? Indítsd, utána jövök. Neszáj? Megvan. Jó, és húzzunk az extractionbe. Isti újította. A vérbe helyett azt mondta, hogy extractionbe. Kimondta a játék nevét. Igen, kimondta. Igaz. Várjál, így még acsizik. Subzone shutdown in progress, azt írtam. Figyelj, így gránát! Kapd el, Kobe! Szevasz, Szepre. Szia, Geri, köszi, hogy itt voltál. Te. Ez megmenekült az... mindenki. Visszakaptuk az XP-inket. Meg a react leveleket. Mondjuk az mondjuk fura, hogy elveszted a legnehezebb nehézségi szinten mondjuk az operátorod, aztán bemész easy-n és ketté fejeld a zenemit és kihozod. Igen, az mondjuk egy elég jó dolog, hogy nem azon a nehézségen hát kell. Ez úgy furi, nem? Ha mondjuk ha egyen lejjebbin érte mehetsz, mondjuk azt mondom az oké, de... Aha. Érted, ha már a negyediket farmolod a haverokkal, azt valaki véletlen meghal, aztán így végigrásoltok a legkönnyebben, hogy kihozzátok, akkor így kicsit értelmét veszti ez a risk, hogy jaj, elveszett az operátorom. Igen, csak azt kellene megtudjuk, amit most így nem tudunk jelenleg, hogy mit jelent az, hogy egy rescue attempt van. Az mit jelent? Aha. Hát szerintem az, hogy egyszerre csak egyet mentetsz meg. Tehát ami XP lokkolva van, azt elveszted. Igen. Hát gondolom. És az operátor? Hát lehet, hogy az is veszít XP-t. Ott nem néztem, mármint, hogy az operátor XP lokkolva van. Aha. Különben nem lenne értelme annak, hogy lokkolja az XP-t, mert nem veszi el amúgy csak igen, ideig. Csak úgy értettem, hogy akkor az operátort nem veszíted el. Még az is lehet, hogy kizárod három körből, és akkor később próbálhatod újra, mondjuk. És kétszer kell hatos dobni. Lehet. Amúgy ezt igen, nem tudom. Igen, bekerülsz a börtönbe. Hát
Hát jó. Megnyíltak itt az új fejlesztések, a React fejlesztések. Ja, most már nekem is 8-as lett a milestone-om, meg lett új tech cuccom. Nice. Csak majd az, ezek a, de baszki, tehát figyelitek, hogy van a tech menüpont, és azért már a harmadik batchben, ami a 12-es milestone-tól elérhető, ott már azért vannak ilyenek, hogy field wall. A Temil nem ja. A helikopterre dobtam a gránátot, és kiabáltam, hogy Kobe, az egy kicsit túl sötét humor még nekem is, mindig azt mondom, hogy Kobe, amikor dobok. Jó? Légy. XR Recon drón is. Ez egy kicsit dark volt. Igen, van Recon drón is, amelyik automatikusan szkennel mindent, és a supply case-eket a falon keresztül is 8 méteres rádiuszba jelöli. De érted, mi az a field wall? 6 méter széles fal, ami minden lövedéket blokkol. Ja. És hármon van belőle neked. Ja, és újra tudod tölteni. Tehát például érdemes úgy összerakni a csapatot, hogy mindig legyen olyan, aki ezeket a tekes cuccokat felszedi, mert nálunk általában nem nagyon kellett ez a tech cucc. Ja. Igen. Hát jó, oké, csak érted, azért nem mindegy, hogy a smoke granátból akarod felsznekelni magad, ja. Vagy a field wallból. Ja. Van nitro cell, paralysis granát, arc mine, Recon Vapor Device, scan... Aha, minden scannel, és a cloak enemik is megjelennek. Jó, azért van itt olyan is, hogy ilyen HP boostoló, 50-et boostol. Ja. A lényeg az, hogy van benne tacsanka. Igen? Tényleg. Igen, a Lord benne van. Nem merték kihagyni. Igen, a React Laser, az utolsó cucc, amit megkapunk a 25-es milestone-nál, az meg az, hogy kicseréli az UV lámpát a fegyveren. És a React Laser, amire ránézel, onnan eltűnik a fekete cucc. Wow. Az úgy elég OP. Fasza. Szerintem akkor mindenféleképpen kell ilyen. Igen, negálja az egyik legfontosabb részét a játéknak, tehát ez is fura. Igen, csak nem lehet nyilván tudni. Nyilván ez egy endgame cucc, de... Igen, azt nem tudom, tudod, hogy az ilyen milestone protokollban, mikor már mindened baszó, akkor tudod. Aha. Akkor mi kell? Meg ugye érted, a legnagyobb cucc, amit 16-os milestone-tól nyílik a legnagyobb, az összes map rész, aha, megnyílik akkor, és ez 25-től elérhető. Lehet ja. Ez valami későbbi cucc, nem tudom. Mondom, majd csak sokáig tart. Na, mondjátok közben, hogy mit szóltok. Nekem abszolút hozza ezt az outbreak-es élményt. Olyan, mint az Outbreak-ja. Abszolút. Hát csak az Outbreak már létezett egy ingyenes eventként. Igen, ez igaz. Csak ez jobban ki van dolgozva. Azaz, abból az aspektusból igen. Nem tudom, nekem én reggel mondtam is, hogy én pozitívan csalódtam, de azért, mert én nagyon rosszra számítottam. Uh-huh. A csúszások meg minden miatt. Uh-huh. De ez nem azt jelenti, hogy ez, hogy attól még jó. Nem, én azt akartam mondani, hogy ez a játék nekem, ez kurvára semmilyen. Nem tudom azt mondani, hogy rossz benne bármi, mert nem. Csak így az égvilágon semmit nem mozgat meg bennem. Lehet, hogy ez a zombizós dolog van, meg ez a... Ja, ez a PvS, ilyen NPC-s, gyilkolászós, lopakodós dolog nem mozgat meg. Nem? Hát de nem arról van szó, mert egy Siege-ben, amire azért lássuk be, hogy ez épül, ha más nem motorban, operátorokban, gameplay-be, ott kellene taktikailag összedolgozva a csapattal mindent precízen megtervezni. Uh-huh. Itt azért a hármas nehézségi színből is már most megcsináltunk két pályát úgy, hogy azért nem álltunk meg szobánként átgondolni, uh-huh, mit csinálunk. Tehát, hogy olyan azért 400 millió IQ nem kellett hozzá. Igen, itt nyilván a mi alapból balfaszok vagyunk, de igen. Szóval, hogy én értem, hogy nehéz, jaj, nem játszhatok három körig az operátorommal, de hát az lenne a lényeg, hogy minden operátor fán, tehát hogy az nem büntetés nekem, hogy egy másik operátorral kell játszanom, mert az lenne a lényeg, hogy minden operátor fán legyen. Uh-huh. Plusz, ami nagyon fura nekem, hogy az objektívek ugye totál randomok. Van pálya, ahol bemész, ott van előtted minden, és fél perccel később készen vagy. Uh-huh. Igen. Nem tudom, én nem látom a fantáziát ebbe az egészben, mert olyan szinten, hogy a sztorit azt tök jól meg tudod csinálni, végignyomhatod, és azt például nem tudom, hogy miért játszanám újra,
De erre jó az a Maelstrom protokoll. Én nem tudom, nekem meg pont az az érzésem volt így a két visszajelzésből összerakva, hogy nagyon gyorsan lehet haladni a pályákon és a nehézségi fokozatokon, meg értitek a milestone-okba is, egy 8-as vagyok, érted? Azt mennyit játszottunk? 4 óra hosszát? Hogy nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen nagyon gyors rás az endgame-re, és onnan lesznek majd ilyen nagyon durva challenge-ek, ahol nagyon sokat kell gondolkodni? Biztos, hogy az endgame lesz a durva. Jó, de szóval az a baj, hogy ha akarunk csinálni egy tactical shootert, vagy nem tudom, hogy nevezzem, akkor látjuk, hogy a Ready or Not például, na ott bazd meg, ott érzed az elejétől, hogy igen, itt ha nem vagy észnél, akkor egyből fágd. Ennél nem érzem, persze nyilván Pisti mondta, hogy ésszel, és ez miatt úgy odafigyeltünk azért amennyire, visszafogott képességeinkből telik, de hogy vagy ott egy GTFO, ami azt mondja, hogy na bazd meg, tényleg para, át kell gondolni. Tehát, hogy ezt így nem látom, hogy kinek szól ez a játék. Mármint értem persze azoknak, akik nagyon szeretik a Rainbow Six világát, és ők megveszik, és akkor kipróbálják. De nyilván benne van a Game Pass-be, tehát nem szar a játék, szerintem tetszik, csak zéro fantáziát látok benne. Most arra, hogy akinek van Game Pass-e, nyomja a haverokkal, aztán lehet, hogy valamiért elkap titeket, mert nagyon szeretitek az operátorokat, meg a Siege világát, tök jó. Én magam részéről ebben annyit látok, hogy szívesen végigjátsz a sztorit egyszer, olyan kellő nehézségen, azt ennyi. De milyen sztorit azt a négyben játsz? Jó, nem, nyilván nem tudjuk, hogy hány. Hát elvileg van benne, ez így megy ez a sztori, mert ugye, tudom, hogy nem nézted meg az elején a videót, de hogy van amúgy sztori. Ja, a videó formájában jelenik meg, igen. Ja. Meg ez a Maelstrom protokoll, hogyha olyan, akkor talán meg eventek. Meg tényleg akkor, hogyha mondjuk ha valami jutalmat kapok a Siege-be. Meg fordítva, érted? Na jó, de ne azt legyen már a játék értem, hogy kapsz egy másik játékba valamit. Hát, ilyen összefüggés szerintem lehetne, mint a kódnál. Itt is. Jó, igen. Nyilván úgy el lehet döcögtetni egy játékot mellékvágányon, hogy minden héten belépsz egy órát egy eventre, hogy megcsináld és kapjál skineket benne, meg a Siege-be is kapjál bónusz skin, de hogy... Ja... Nem... Ez nem egy rossz játék, és nagyon-nagyon király Game Pass-be lehet nyomni. Én csak azt a kérdést tenném fel, így a nézőknek majd így VOD comment szekciónak. Tehát kinek hiányzott ez a játék az életéből? Nem látom az űrt, amit ez a játék be akar tölteni, mert kooperatív multiplayer shooterekből szerintem már vannak komplexebbek, amiknek megvan a saját identitása. Ez meg így lett, mert gondolom szerették a Siege-ben az Outbreak eventet, és akkor úgy voltak vele, hogy csináljunk valamit. Szerintem ez azoknak hiányzott. Szigorú vagyok, nyilván. Ez azoknak... Próbálom így a rosszabb oldalt így elmondani, mert... Ne szállj. Ez azoknak hiányzott, akiknek hiányzott ugye a Siege-es event, és a Ubisoftnak meg nem volt ilyen játéka. Hát most nézd meg, Ubisoft csinál ilyen játékot, meg megcsinálja az XD-t, meg a nem tudom miket, és... Na jó, de nézd meg a Ubisoftnak a... Hát már elfelejtettem az Open World extrém sportjátéket. Ja, vagy igen. Hát a Riders Republic? Abban látom a fantáziát, akkor is, ha látom, hogy miért clunky, vagy miért nem tetszik sok embernek, de az betölt egy űrt. Érted? A Riders Republicra gondolsz? Igen, a Riders Republic, igen. Ja. Ez a játék meg így nem értem, hogy ez így jó. Ha jó, nem szar. Jó a gameplay, mert Siege-es. Vannak kis opciók, ide menjél, oda menjél. Vannak enemy type-ok, de hogy... Mondjuk nyilván a GTFO meg sok embernek túl nehéz, azt is hát megértem. Szerintem most romantizálod a GTFO-t, most mindentől függetlenül erre a játékra, amit mondtál. Mert én nem tudom, milyen a GTFO. Amilyen állapotban mi játszottunk vele, az azért... Nem azt akarom mondani, hogy ez egy kurva jó játék, csak ott erősemnek érzem az identitást, hogy mit akar üzenni, és hogy kinek szól. Értem, mit mondasz. Igen. Nyilván az is sok, tehát abban a játékban lehet mondani, hogy mi a szar, érted? De abban a játékban azt sem tudom megmondani, hogy mi a szar, mi a jó, mert nekem nagyon semmilyen. A jól sejtem lesz, akkor hozzá még közelebb állt például az Alien-es játék, amit még augusztusban nyomtunk. Igen, mert annak legalább annak van egy Alien identitás tudata, de ezért mondom, hogy lehet, hogy akik nagyon szeretik a Siege-es karaktereket, meg sztorit, azoknak így ez sokkal jobb. Érted? Ja. Világos. Nekem csak kicsit sótlan a game, én ezt akartam így kifejteni, de érted Game Pass-ért, nincs az ember, akinek azt mondom, hogy ne próbálja ki, mert ja, próbáljátok ki, fasza a gameplay, jók az operátorok, csak így nem látom, hogy hosszú távon így ki és miért játszana ezzel.
mondom, én annyiban látom a fantáziát benne, hogy az endgame nem fog múlni. Ja, hát az igaz, Pisti, persze, nyilván. Mert az a baj, hogy a Division is egy olyan dolog, hogy most nagyon sokan vannak itt a chatből is, akik beleraktak vagy 400-500 órát, de ha megkérdezem, hogy miről szól a sztori, szerintem sok mindenkit megállítanék vele. Hát meg grindolni szeretnek, ez olyan, mint a WoW volt, vagy a WoW-ba is. Jaj! Fölmennek max levelre, azt amúgy miről is van szó, nem biztos, hogy tudják. Igen, nem tudom, mert ha viszont a Maelstrom protokollban nincsen semmi, érted? Meg nem az van, hogy hetente jön egy olyan küldetés, amitől megbaszolsz, hogy csináljuk meg. Aha. Akkor megértem nyilván, amit mondasz, akkor tényleg egy üres szar. Hát elvileg ez ilyen heti rendszerességű... Hát na jó, de milyen? Érted? Hát mennyire ezt, nehéz, ezt mit tudom. Kapsz, érted? Én egyetértek Nessájjal alapvetően abban, amit most láttunk belőle, tudod, ebből a streamből mondjuk. Uh-huh. Csak nem tudom, mondom, hogy van-e endgame, hogy valami endgame van. Hát igen, ezeknél a játékoknál mindig az a kérdés, hogy vajon az első 10-20 óra után mi lesz. Igen, meg hogy egyáltalán van-e, tehát mi lesz még, mert értitek, itt még gyakorlatilag a játéknak a felét láttuk, ugye? Mondhatni, hát igen. Vagy a negyed, nem is tudom, mert még három régió van elvileg, és akkor utána jön ez a Maelstrom protokoll. Szóval nem tudom, fogalmam sincs. Az biztos, hogy vannak ilyen játékok, több is, nem tudom. Persze, nyilván azért rengeteg olyan játék van, ami nekem semmilyen, és rengeteg sok tízezer ember játszik vele nap, mint nap. Uh-huh. Nekem így semmilyen szinten nem fogott meg. Uh-huh. Mert amikor játszunk valami szarral, amikor játszunk a Dark Alliance-szel, vagy mi volt az a Warhammer game, igen, legalább érted, röhögtem egy jót, hogy oké, ez bugos, nem működnek dolgok. Az úgy volt valamilyen. És meg így játszottam veletek, ami mindig jó, de hogy nem fog eszembe jutni soha többet egyébként, hogy ezzel játszak, mert játszhatunk mást is. De ez nyilván egy személyes preferencia. Uh-huh. Nincs ez. De hogy igazságtalan lenne, hogy azt mondanám, hogy ez a játék rossz. Mert akkor megkérdeztetnék, hogy miért rossz. Nem tudom megmondani, hogy miért rossz. Nem rossz. Ne szállnak ebbe, ezzel a játékkal kapcsolatban az a vélemény, hogy nem rossz. Ennyit tudok elmondani. Igen. Cserében nem is jó. Igen. És hogyha azt kérdezem, hogy ez tetszik jobban, vagy a Back 4 Blood? Hát, de az meg azért más, mert az meg egy horde shooter, tehát ott az meg az a lényeg, hogy... Azzal játszottál azóta, hogy streameltük? Micsoda? Azzal játszottál azóta, hogy streameltük? Nem. Kellett volna? Nem, csak mondtad, hogy ezzel nem akarsz többet játszani, ezzel kérdeztem. Nem, de én annyira azt se szerettem, jogos egyébként. Én se, egyébként. De egy horde shooterrel inkább játszanék azért, hogy gyere Pisti, iszunk, este van, nincsenek, itt van a gyerekek meg az asszonyok, és akkor iszunk sört, és üvöltünk, és lőjük a zombikat. Aha, érted? Értem. Ez meg egyetlen nem. Ez meg, hogyha taktikát akarok játszani, akkor nem ezt javasolnám. Aha, világos. Lehet, akkor ez egy bevezető játék ebbe a stílusba. Igen, de ezt beszéltük közben is, lehet, hogy egyébként arról szól, hogy ez egy casual-ebb megközelítése az ilyen... Ugródeszka. Tehát a Siege-hez amúgy, tehát szerintem több felkészülés meg agyalás kell egy Siege-hez, mint ehhez. Na most ki fog ezzel játszani, aki nem ismeri a Siege-et? Megérte szerintetek egy külön gémet? Nem. Nem lehetett volna ez egy Siege expansion úgy, hogy én értem, hogy mikrotranszakció szinten így jobban megérte, de hogy nem lehetett volna ez egy olyan Siege expansion, amit meg kell venni, mint egy year pass, minden skin, meg minden szar, ami a Siege-ben megvan, azt át tudtad volna hozni ide. Figyelj, értem, mit mondok. Ez igazából helytálló lenne a Siege-nek a, mi is nem is tudom, hogy hívják azokat, a training módjának, tudod, amit situation. Ja, hogy lenne, a situation-on belül lenne mondjuk. Igen. Hát vagy simán ez a developer csapat azon dolgozna folyamatosan, hogy a Siege-hez kitaláljon ilyen külön fizetős fan módokat. Igen, hogy ne csak operation legyen, amilyen szokott lenni, hogy ideig érvényes, hanem lenne egy ilyen mód is, mint ahogy a kodba át tudsz váltani multiplayerből zombiesba. Vagy eleve a Siege-hez ilyen single player story kampányokat csinálni, amik lehetnének ilyen kicsit eltérő játékmódok. Tehát ebből, ami most egy ki tudja hány órás, 50 órás vagy 150 órás multiplayer game, ebből lehetett volna egy 10 órás story game-et csinálni Siege kiegészítőnek, hogy na jönnek az alienek, és akkor operátorokkal story meg minden. És közben ugyanúgy meghagyod a progression-t, mint egy single player játékban.
De most nyilván, tehát mi ezt gondoljuk, mások meg lehet, hogy azt gondolják, hogy ilyen faszok vagyunk, ez kurva jó multigém, ez így van, az ízlés kérdése. Mi ezt gondoljuk, de az a helyzet, hogy akikkel beszéltem, és ugyanúgy szerették az egykori Siege-es eventet, azok sem értik, hogy miért kellett ehhez külön játékmód, és miért nem lehetett részen. Figyeljetek, szerintem a legjobb példa, próbáljuk meg lezárásként kibontani azt, hogy mivel több ez a játék, nyilvánvalóan minden játéknak van egy saját identitása. Mivel több ez, mint egy zombies mód? Hát, azért lássuk be, hogy a Cod Zombiesnak saját sztoria van. Hát én nem talán. Tudom. A Cod Zombiesnak saját sztoria van, meg kibaszott sok challenge van benne. Tehát az nem egy egyszerű, tudod, ilyen időtöltés. Nem, most már értem, hogy mire gondolsz. Hát igen, a Cod Zombies az egy jó példa, hogy lehet egy teljesen másik játékmódon. Egy easter egg-ek, ja. Igen, és akik ismerik a Cod Zombies-t, várták, hogy mi fog történni, meg ilyenek. Aha. Érted? És az a játék, az a kódnak egy része, ami nyilvánvaló, hogy jár vele. Igen, de mondjuk, ha arra gondolok, hogy milyen rohadt sok ember szereti a Cod Zombies-t, akkor már gondolkodhatnék abba, és erre nem gondoltam, hogy kinek szól ez a játék. Na jó, de akkor ott a kérdés, hogy a faszért külön játék. Ja. Érted, hogyha akkor vele tudták tenni, úgy csak így át kell kattintani, hogy nem multizok, hanem zombizok most. Én úgy gondolom, hogy a Ubisoft próbálkozik sokféle stílusú játékot kiadni, és ez is egy a... Igen, abszolút, csak mondom, azért hoztam fel a Riders-t, hogy vannak elborult ötletek, amikben több fantáziát látok, akár sikeres, akár nem, mint ebben. Persze. Figyelj, endgame-en fog múlni, hogy mennyire lesz ez a játék sikeres. Game Pass-en belül biztos király, de hogy egy PlayStation tulaj azért ne fizessen 18 ezeret, az kurva élet. Hát igen. Az úgy elég, de most érted, baszd meg, és én is csak azért hangsúlyozom ezt, mert nekem is sok ismerősöm, meg haverom van, meg a közösségben is sok ember van, aki tudom, hogy nagyon várta ezt a gémet, mert szeretik a Siege-et. És nekik is azt mondom, hogy Game Pass-szel baszassátok, de amúgy nem tudnám javasolni, hogyha nincs Game Pass-etek, hogy ezt a játékot így. De mondom, majd lehet. Nézzetek most... majd review-kat később, aki játszott az Endgame-mel, meg minden. Nyilván most mi ennyit tudtunk ebből mutatni. Uplay Plus-szal, igen, azzal tudtok még hát, tolni. Ja. Na mindegy, de sok, nem tudom. Az az igazság, hogy szerintem majd az lesz, hogy lesz, aki most, tudjátok, nézzétek, itt van a progression szint, tudom, hogy most nem látjátok, ti majd mondom, 8. szintű vagyok, szerintem lesz olyan, aki vasárnapra max level lesz. Hát jó, simán. Vagy péntekre? Simán. Nem tudom, max level lesz, és akkor ők majd megmondják, mi van az endgame-be, és akkor majd kiderül. Ja. Na, nagyjából ennyi. Ja. Én élveztem ettől függetlenül ezt az elmúlt pár órát. Ezt a részét én is élveztem egyébként, nekem így nem volt vele semmi gondom. Jól van. Na. Nem, amúgy jó volt. Látjuk, jövő héten jó majd van. Látjuk, hogy alakulnak a dolgok. Ja. Jól van. Köszi szépen a játékot. Köszi srácok. Köszi. Kellemes estét nektek. Nektek is. Sziasztok. Köszi. Na, szevasztok. Hello. Szevasztok. Sorry, hogyha lemaradt valaki. Vagy kimaradt valaki. Szia, Veroci, üdv mindenkinek, srácok. Level Defense jobb élményt adna, mint ez? Hát mindenkinek más. Megmondom őszintén, srácok, hogy én nagyon élveztem ezt az elmúlt 3,5 órát. Nekem tetszett a játék, és nekem ebben annyi van, amit el is mondtam, hogy szívesen végignyom a sztoriát, végignyom a pályákat, de így több fantáziát így hirtelen nem látok. Siege-es eventként azért tetszett nagyon, mert ott jutalmat kaptam a Siege-ben, amit egyébként nagyon szeretek. Itt meg nem kapok semmit, nem nagyon kapok semmit a Siege-hez. Max azzal, hogyha megveszem. Értitek? Én a Siege-et szeretem. Szeretem egyébként a Rainbow Six-et is, de a Siege a favorit, és ezzel a játékkal ahhoz nem nagyon kapok semmit. Úgyhogy nekem ez az, ami sokat jelentene, vagy sokat jelenthetne az Extraction-ben, hogyha lenne valami
közös progression, vagy jutalmazás egyik játékból a másikba, de itt ilyen nincsen. Nem csak a partnerek miatt tetszett a társadalmat? Nem. Nekem, én már próbáltam korábban is ezt a játékot valamikor, amiről nem volt stream, és nekem tetszett ez a fajta lopakodós, küldetéseket csinálós rendszer, szóval én egyedül is nagyon élveztem a játékot. A társaság meg csak habatortán. De mondom, tehát, hogy én nem vagyok egy jó példa, nem vagyok egy jó játékosa ennek a játéknak, mert elmondtam, engem a sztori érdekel, ezt a Milestone protokollt is nyilván ki fogom próbálni, de hosszú távon nem fog tudni lekötni az Extraction. Ilyen gyors kérdés, ha a Battle Pass megveszem a Siege-be, akkor visszamenőleg is megkapom a jutalmakat? Aha. Siege-el az elején nagyon sokat játszottam, számomra az is elkomolytalanodott, vagy hogy mondjam, túl sok lett számomra a nagyon idegen gadget. Hát, meg felgyorsult. A Siege felgyorsult ahhoz képest, hogy milyen volt annó. Felgyorsult, megváltozott. Ilyenek a játékok. Megjelent a PUBG, eltelt egy év, vagy kettő, és már az is más lett. És nem azért, mert jöttek a patchek, hanem játékosok cserélődtek, mentek, jöttek, fejlesztők jöttek, mentek. Idősödött a játék, és már más élmény volt. Nem azt adta, amit annó a megjelenésekor. Ránézés olyan, mint egy Left 4 Dead, csak egy kicsit másabb? Hát, Veroci, ahogy Nessai mondta, az inkább horde shooter, mármint nem ezt mondta, az inkább a Back 4 Blood. A Back 4 Blood, a Left 4 Dead-be az a jó, hogy lehet darálni, lehet zúzni a népeket, és alkalommal lehet lopakodni is, hát itt meg ugye főleg lopakodni kell. Bár kérdés, hogy mi lesz majd endgame-ben, hogy ott hogyan és mind kell gyújtelezni a dolgokat. De tényleg, srácok, én élveztem úgy, hogy tényleg csak ajánlom. Ha megveszitek a játékot, kettő body pass-t is kaptok, amivel meg tudjátok hívni a haverjaitokat. Remélhetőleg crossplay is lesz benne. Vulkánnal futott a játék, úgyhogy nem nagyon volt semmiféle nem nagyon terhelte meg a gépet. Nyilván ez azoknak jó, akik vulkánban futtatják a Siege-et, és nekik bármiféle teljesítményjavulást ért el a gépükön. Hogyha romlást ért el a vulkán, akkor lehet, hogy itt is gondok lesznek. Illetve, ahogy azt már mondtuk párszor, benne lesz a Game Pass-be első naptól. Úgyhogy holnap, azaz 24 óra múlva már valószínűleg tudjátok nyomni. És kíváncsi vagyok, hogy ha kipróbáltátok, akkor mi lesz a véleményetek róla. Mert azért az még mindig másabb, mint most itt látni streambe. Milyen élmény. Nagyon fontos dolog, ha randomokkal játszanátok, fillelnétek, mert szeretnétek hárman nyomni a missionöket, ne lepődjetek meg, hogyha valaki úgy nyomja a missiont, hogy szalad, mindent alertál, ezen ne lepődjetek meg. Ne azzal számoljatok, hogy a társaitok úgy gondolkodnak, mint ti. Úgyhogy vigyázzatok azzal. Csak mondtam.